minden ember belga tükör. Ahány ember annyi féleképpen tükrözi a világot, de, mint hogy a tükör kétoldalú, a világról visszaadott képébe, amely már önmagába véve is sem hasonlít, hiszen csak is az ő látásmódjának visszaverődése, belevegyül a tükör túlpartján lévő kép is. Saját személyisége, amely függően annak intenzitásától átvilágít a tükrön, és furcsa második dimenziót ad a tükör innenső oldalának e világi reflexióira. A világ és a társadalom fejlődése nem volt képes megbírkozni idáig a nagy kihívással. Ahány ember, annyi világ mindenség. Közmegegyezés tompíthat az éleken. Áltapintatoskodás tehet úgy, mintha mindannyian ugyanúgy látnánk, ugyanúgy láttatnánk és ugyanúgy éreznénk de mindez csak merő illúzió. Ezért síralom völgy minden, ami emberi. De nagy ritkán, ki tudja miért, vannak, akiknek sikerül keresztül lépniük az átkozott tükrön. családom és származásom semmiképpen nem mondható különlegesnek. Schwamberger Péternek hívnak. Budán születtem 1976 májusában, a János kórházban. Egyetlen gyerek voltam a családban, amely akkor még nagy volt, kiterjedt, vidám és intrikus. Volt bennünk valami abból a régi, sváb zsidó keveredésű csípős nyelvűségből, amely a nagyszüleim generációjának eltűntével végleg megszűnt Budapesten. Egy-egy híresebb bommót hosszan megjegyzett és gyakran felidézett a családi emlékezet. Szombathelyi apai dédapám és dédanyám egyik harmincas évekbeli esti beszélgetése volt ilyen, amikor is, azt taglalva, hogy idősödő emberekként mit hozhat még nekik a jövő, déd nagyanyám egyszerre megszólalt. Fiam, ha kettőnk közül valamelyikünk meghal, én felköltözöm a nővéremhez Budapestre. Valamiféle gőzfürdői emberismeret és kesernyés irónia lebegett mindebben. Kevés dolog volt annyira jellegzetes, mint ennek az első világháborút fiatalként megélő magyar városi polgárságnak keserédes, mindent lesajnáló, mindent finoman megküldő külön véleménye. Apám már Budán született. Minden lében Kanál nagypolgári életet élő nagyanyám elmondása szerint ugyanabban a kórházi szobában, ahol Kosztolányi 1936-ban meghalt. Ez persze szinte biztosan nem volt igaz, de a család egységének megtartása érdekében nagyanyám praktikához tartozott a legendák gyártása és a jelek, ahogy ő mondaná észrevétele. Szerette a miszticizmust, de csak a féle budai úriasszony módjára. A Csaba utcai házban lakott alattunk egy spiritista vénasszony, Frőlich néninek hívták, Hozzájárkált le néhány hisztériára hajlamos barátnőjével, akik között nagyanyám volt a banda vezér, hogy szellemeket idézzenek, asztalokat táncoltassanak. Frölich néni egyszerűen sült bolond volt, de erre rá is játszott. Érdekessége talán éppen abból állt, hogy nem lehetett élesen látni a két tartomány határát. Ezzel szemben nagyanyám Frölichnéni rájátszását látszólag nem volt hajlandó tudomásul venni, és úgy tett, mintha mindent elhinne neki. Talán valóban hitte is egy részét, ám nagy valószínűséggel ő is rájátszott a hiszékenységre. Így hát a két nő egymást túllicitálva remekül vezette orruknál fogva nagyanyám barátnőit, akik lényegesen korlátoltabbak voltak kettejüknél, és mindent elhittek, ami egy pillanatra is kimozdíthatta őket az unalmas belbudai polgári lét mindennapjaiból. Talán ezt a többdimenziós, ál- és valóságos misztériumhalmazt vette leginkább nagyapám kedvenc Churchill-i mondása. Sokan büszkélkednek vele, hogy személyesen ismerik a Velszi herceget, és ez természetesen legtöbbjüknél hazugság. De le lehet-e ezeknek a személyeknek a hazudozásaiból vonnunk azt a tanulságot, hogy a Velszi herceg nem is létezik? Talán hat éves lehettem, amikor egy este beugrottunk Frölich nénihez egy süteményes tálért. Az egyetlen koporsószerűen avit bútorokkal megrakott szobában ácsorogva az öregasszony megint valami misztikus halandzsába bonyolódott éppen, amikor is mondata közepén egyszerre rámerett egy nagyanyám mögötti, limlomokkal megrakott legalább két mázsás szekrényre és megkérdezte. Ezt te toltad oda? Mondanom sem kell, a szekrény ember emlékezet óta ugyanazon a helyen állt, mégis az este szárnyra kapott már a hír, hogy Guszti bácsi valami a 30 harmincas években meghalt déd nagybácsi szelleme tolta odébb Frölich néni szekrényét. Volt ezekben a szellemidézésekben valami roppant demokratikus. Nem Cicerót és Napóleont meg antik hősöket citáltak, hanem olyan ember által elfeledett rokonokat és ismerősöket, akik már egykori életükben sem töltöttek be jelentős szerepet nagyanyámék mindennapjaiban mivel evidenciaként kezelték ettől fogva a Gusti bácsi féle szekrénytologatást, soha nem felejtem el nagyanyám roppant rosszalló pillantását, amikor is anyám, ki a maga racionalizmusával egy kukkot nem hittel az egészből, rámert arra kérdezni, hogy Guszti bácsinak, aki a huszas években a Szent Margit kórház pedikűrös mestere volt, és még ugyanabban az évtizedben meg is halt, vajon miért át érdekében átrendezni 1982-ben az általa soha nem ismert Frölich lakását? Anyám és nagyanyám között amúgy is kiélezett volt a viszony. Anya a felvidéken született egy lőcse melletti kis faluban, és onnan költöztette le a családot anyai nagyapám, aki pék volt Miskolcra a második világháború után. Szegények voltak. Ráadásul nagyapám gyorsan meg is halt, anyám pedig három testvérével egyetemben gyerekként rámaradtak szent életű, örökké a zsinagógába menekülő és önállóan még bevásárolni sem tudó nagyanyámra. A gyerekeket aztán tehetősebb rokonok vették magukhoz, így anya is egy Szeged melletti tanyán nőtt fel orvos nagybátyjánál, s lett kitűnő középiskolásként a Szegedi Orvos Egyetem medikája. De medika ide vagy oda, apai nagyanyám csak egyszerű parasztlányként kezelte anyámat. A pesti úriasszonyok nem cizellálták agyon akkoriban a dolgot. Ha valaki vidékről jött, és legalábbis nem a szabad kígyósi Venkheim kastélyból, akkor már csak parasztlánynak tekintették, és igyekeztek is a 30-as évek kabos filmjeinek stílusában leereszkedően jóindulatú kegyelmes asszonyokként beszélni vele, hangsúlyozottan használva a többnyire rosszul értelmezett népi kifejezéseket. És ha már nem is tekintette magával egyenrangúnak anyát, legalább megpróbálta arra használni, mint hasonló nyelvezettel 40 évvel korábban Pankát, a felszabadulásig háztartásukat vezető nagyatádi cselédlányt szokták. Anya, amennyire csak tudott, megpróbált lázadni ezzel ellen, de hát nem volt könnyű dolga, hiszen ő volt a befogadott és a megtűrt. Nagyanyám nagyon nem örült apám és anyám megismerkedésének a Pesti Békeszálló kupola termében történt. 1974. decemberében, hogy valamiféle félreértés okán egy időben ugyanoda szervezték a Pesti jogászbát, apám tíz éve ügyvéd volt már akkoriban, és egy orvoskonferenciát, amelyen anyám friss diplomásként vett részt. De a két társaságnak hasznára vált az, amely bosszúságnak is forrása lehetett volna. Szinte épp annyi facérnőt sodort oda aznap este a sors, mint ahány magányos férfi volt jelen. A kis pukk is remekelt, mert három házassággal végződő szerelmi kapcsolat vette nyomban kezdetét. Ironikus, hogy a másik két kapcsolat is apám baráti köréből került ki. Ács Krisztina, apám egyetemi évfolyamtársa, Lugosi Zsolt egyetemi sebész professzorhoz ment hozzá egy évvel később, míg apám másik barátja egy érdekesen extravagáns örmény zsidó orvosnőt vett el, és nem sokára ki is költözködtek Kievbe. Lugosiék és apámék a vicc egyszerre házasodtak, együtt mentek Prágába Nászútra, és onnantól kezdve elválaszthatatlanul együtt nyaralt és utazottak két család, évközi időben pedig hetente vizitáltuk egymást. Apámnak Lugosi jó barátja lett, bár egymás közötti fizikai érintkezésben nem lépve túl azt a határt, amelyet a bárdolatlan testi kommunikációval élő pesti férfi barátság általánosan elfogadott. Emlékszem, amikor a 90-es évek legelején egyszer együtt utaztunk velük Szánrémóba, fel is tűnt, hogy a latin népeknél az egyneműek barátsága mennyivel több testi kontaktust, érintés, simogatást, egymás karolást fogad el, mint apám és Zsolt bácsi darabos, pálinkaivásban és foci meccsek közös nézésében kimerülő, álmacsóskodása. Megszületésem után nem sokkal nekik is gyerekük született. Lugosi Péter. Hogy mindketten ugyanazt a nevet kaptuk, szintén a közös eredetből fakadt. Szüleink ezt már a prágai nászúton elhatározták, a Petra alternatívával. Péter nyavajásabb gyereknek indult, mint én. Születése után pár héttel szívbillentyű műtétet kellett végrehajtani rajta, de utóbb teljesen kigyógyult belőle, sőt, talán azért is, hogy kompenzáljon, gimnazista korában sokkal aktívabban sportolt, mint én. És bár lugoséjék fent laktak a várban, soha nem is választottak szét bennünket. Hat éves koromtól engem vittek fel minden nap a Mátyás templom melletti általános iskolába, kamaszként pedig fordult a kocka, és Péter járt le a városmajori gimnáziumba, ahol én is tanultam. Anyám és nagyanyám viszonya soha nem lett jobb. Anyut leginkább jó szándékú és cseppet sem kirekesztő nagyapám fogadta csak el teljesen. Érdekes, ahogy visszaemlékszem, még apámban is volt egy kis anyámmal szembeni lenézés. Nagyapám jó indulatába valószínűleg közre játszott, hogy ő maga is orvos volt. Családon kívüli szövetséget anya elsősorban is Péter anyjában, Krisztinában talált. Ács Krisztina már fiatalon is kevésbé szépnek, mint inkább arisztokratikusnak volt mondható. De annak nem a nagyanyám által forgalmazott úrhatnám fajtája, hanem az angol arisztokratáktól ismert demokratikus és mindenkit embernek tekintő, nem éreztető, de érezhető arisztokratizmus. Krisztina néninek akkoriban hosszú szőkehaja volt, elől olyan fufrut hagyva, mintha még mindig 16 éves lenne. Általában az egész öltözködését egyfajta infantilizmus jellemezte. Szerette a nagymasnikat, kislányos gallérokat, sőt, maga a beszéd stílusa is egy elkényeztetett kislányéra emlékeztetett. A hangja kicsit személytelen volt, gépi, mintha egy régi gramofon lemezről szólna. Törékenysége mellett férje behemót és bunkó grizzly medvének tűnt. Sokat és zsírosakat evett, viccesnek találta versenyszerű bőfögését, mondta is többször, hogy egy öt órás tüdőműtét energiaigénye a budakeszi korányi szanatórium sebésze volt, legalább egy kilométernyi száraz kolbász. Szerette a fiát, vagyis azt a valakit, akit fiának akart látni. Mára mennyire ez a férfi típus kedvelni tud bárkit is, aki olyan gyökeresen különbözik tőle. Péter magas, vékonyan izmos, nőkbálványa típussá lett, akinek a sármiát legelső sorban is az adta, hogy hihetetlenül lágy volt, szinte elomló. Volt benne éppen ezért valami irritáló, vagyis vízválasztó elem. Szinte csak ugyanezért a tulajdonságáért rajongtak érte egyesek és gyűlölték őt mások. Zsolt bácsi láthatólag nem volt képes mit kezdeni fiának stílusával szörnyű veszekedések voltak közöttük, vagyis inkább ő őrjöngött Péterrel, mert mindent vele akart megvalósítatni, ami a saját életéből kimaradt. Úgy tűnt, már évtizedekkel előre elhatározta magában Péter teljes életútját, és mivel egyre másra kibukkant, hogy Péter mosolyogva, bár de öntörvényűen a saját útját járja, ez elkeseredett küzdelmekre és zsarnoki ultimátumokra kényszerítette apját. De ezek a veszekedések, vagy inkább egyoldalú szemrehányás sorozatok csak addig tartottak, amíg fel nem Krisztina néni, aki imádta a fiát, és véletőleg nem utolsó sorban azért, mert mássága oly élesen elválasztotta férjétől, akinek bumfordiságát alig leplezetten megvetette. Igen, volt Péterben és az anyában valami közös, de nem egyenlő mértékű már kisgyermek korában is úgy tudtak egymással bizalmasan, lehalkított hangon beszélgetni, mintha titkos szeretők lennének. Krisztina néni tulajdonképpen szélese világon csak anyámmal és Péterrel tudott természetes lenni. Olyan megkülönböztethetően volt kedves velük, mintha régi indiai kasztrendszerben együvé tartoztak volna. Krisztinának, Ágnesnek és Péternek szólították egymást, és ebből a hármasból egy kicsit mindenkit ki is zártak. Furcsa módon mégsem anyámhoz, hanem Péterhez álltam legközelebb hármójuk közül. Talán elsősorban is azért, mert a sokszínű környezet valójában meglehetősen monoton emberi háttértapéta volt. És bár mindannyian különbözőképpen beszéltek, másképp öltözködtek, másképp unatkoztak és másképp nevetettek, ugyanannak a közegnek voltak kivetítődései, és minden cselekedetükön látszott a szuverenitás kezdetlegessége. Kedves kortünetek voltak csupán, amelyek ugyan más-más vetületét, de mégiscsak ugyanannak a belterjes múlt század végi pesti világnak a lenyomatát horták lelkükön és sorsokon. Péter ezzel szemben élesen elhatárolható egyéniség volt. Semmiben nem emlékeztetett rájuk, ha nem volt velük, de személyiségének Jánusz arca rögves szerves részükétette, tette, ha másokkal érintkezett. A többiek érdekességét éppen a közeg garantálta, Péter viszont onnantól kezdve vált igazán érdekessé, amikor függetlenedett tőlük. És bár az előbb azt mondtam, hogy anyámnak, Krisztina néninek és Péternek volt egyfajta zárt közössége, az igazsághoz tartozik, hogy a két nő sem volt egyenrangú Péterrel. De mások primitív tudatalatti megérzésével és az ebből fakadó agresszióval szemben ők tudatában voltak Péter másságának, és talán nem túlzok, ha úgy fogalmazok, felsőbbrendűségének. Péter a kezdetektől úgy viselkedett velem, mintha bátyám lett volna, noha néhány héttel én voltam az idősebb. Ez nem csak fejlettebb fizikumából adódott, nem csak abból a lenyűgöző anyagkezelésből, amelyel legifjabb kora óta a világ jelenségeihez és viszonyaihoz nyúlt, hanem ösztönös behódolásomból is, amely számomra olyannyira természetesnek tűnt. Ez a fensőbségnek kiáró tisztelet és annak méltósággal való elfogadása meghitt és bensőséges viszonyunk lett, ami mindenfajta változtatás csak ronthatott volna. Szerelmes voltam belé. Abban az értelemben, ahogy a lányokra néztem, kívántam érintésüket és testük furcsa, bódító és mégis idegenszerű kisugárzását, biztosan nem. Csodálatom tárgya volt környezetemből hiányoztak az etalonok. Hájas, kedélyes kispolgárok viselték a hősök páncéljait akkoriban, csak azért, mert úgy gondolták, a páncél örökölhető ruhadarab. Nem. A páncélhoz néha hősök születnek, máskülönben csak múzeumi maskarák, amelyek nevetségesé teszik jogtalan viselőiket. Nem akarom bántani a családomat. Végül is mindent megtettek értem, amiről úgy hitték, szükséges számomra. De vajon szabad-e gyermeket nemzeni akkor, ha nem látjuk biztosítva számára, hogy valóságos példaképek állnak majd előtte? Nem ostoba saját szennyükben zsolozsmázó szentek, nem klerikális életgyűlölők, hanem révkalauzok, akiktől megtanulunk élni, felnőni, akik megtanítják nekünk az igazság és a hazugság egészséges és kívánatos arányát, az ifjúságtól való búcsú részegítő mámorát, az öregedő test felmagasztalását, és végül azt a percet. Péter, ez volt számomra. Nem tudom, honnan szerezte ismereteit, nem tudom, hogyan tudott folytonosan úgy előttem járni, hogy még éreztem benne a felfedezés örömét, de a már biztosan tudott dolgok kimért nyugalmát is. Mint hogy csak sokszor járt volna ezen az úton, de ezek az utazások oly távol estek egymástól, hogy beléjük vegyült az újra felfedezés karácsonyról karácsonyra megújuló öröme és talán élvezte is, hogy előttem jár. Nem más előtt, hanem előttem. Gyermekkorunk óta szinte kéjjel tett jót velem. Rendszeresen túllépte a határokat. Több jót kaptam tőle, mint amit meg tudtam hálálni, és ezért egyszerre rajongtam érte, és gyűlöltem is. Egyszer, talán harmadikosok lehettünk az általánosban, iskolából kifelé menet észrevette, hogy kikötődött a cipőfűzöm. Egy pillanat műve volt, elém térdelt az utcán, és bekötötte. Nem alázott meg mások előtt, hiszen egyedül voltunk. De önmagam előtt nevetségessé, mint a lábakat mosó pápa. Tudtam, hogy senki vagyok még hozzá képest, és bármennyit fejlődöm is majd, ez a különbség nem fog változni. És akkor először éreztem úgy, amíg térdel előttem, bele akarok rúgni a fejébe, hogy a járdakő szélén leje halálát, mert elviselhetetlen volt bennem a viszonozhatatlansága okán tehetetlen hála feszítése. És miközben kötötte a cipőmet, éreztem, hogy ismeri is ezt a spontán gondolatomat, és tudja, mert ördögien állította be a helyzetet, hogy a robbanás határán vagyok, de az innenső oldalán, és nem fogok felrobbanni. Ezt sokszor játszott el velem. Ez volt az ő perverz gyönyöre. És azt is pontosan tudta, hogy az indulatok mihez csillapodnak, cseppkőszerűen rátapadnak majd a ráhagyatkozásnak, a tőle való függésnek és az iránta érzett vonzódásnak a tartó oszlopaira. És még jobban hozzáláncolnak engem. Nem egymáshoz, de ahhoz ő túl szuverén volt. Csak engem hozzá, még ha képzavart okoznék is ezzel a mondattal. Az iskolák, ahová jártunk, semmiben nem különböztek Budapest többé-kevésbé elitnek mondott iskoláitól. Talán csak a hangulataiban, amelyet város részeik kölcsönöztek nekik. Imponált, hogy a várba járok naponta suliba. Mindig is szerettem ezt a környéket. Nem sokra tartottam az utolsó 500 év magyar történelmét, nem is értettem, miért ünnepeltetik meg velünk azt a sok vesztett csatát, kivégzést, levert forradalmat. Nincsen még egy nemzet, amely ilyen kéjesen rendezne tort saját bukásaiból. De a reneszánsz Buda emléke és kövei vonzottak. Egy nemzet utolsó dicsőséges korszaka. Mindig úgy éreztem, ha valamikor, akkor kellett volna élnem. Udvari költő és kurva lehettem volna hollós Mátyás udvarában. Kiszöktem volna esténként a szűk terek és Ismertem volna a sötét sikátorok kis gót palotáinak titkait. Iskola után sokszor sétáltam végig az Úri utcán. Beültem a kapuk alatti kőülő fülkékbe, ahol odébb az udvarok méhén a harsány természet oigátlástalanul gátlástalanul lepte buja televényeivel a mállott köveket. Meg aztán nagyon szerettem kosztolányit, és tudtam, hogy itt lakott a vár alatt. Biztosan koravén gyerek lehettem, elvégre mit keres egy 13 éves fiú iskolatáskájában kosztolány verses kötete. De ez alika értelem kérdése sokszor előbb érzünk meg egy verset, mint hogy felfognánk értelmét. A kosztolányi imádatot apai nagyanyámtól örököltem, legalábbis papírforma szerint. Kisgyerekként hetente kivitt sírjához, a kerepesi temető 42-es parcellájába. Ő rá nem a költő, hanem a férfi volt hatással valamikor a harmincas évek elején egy vasárnapi délelőttön találkoztak váratlanul a Krisztina templommal szembeni kávéházban. Nagyanyámnál véletlenül ott volt egy előző nap vett kosztorányi kötet, azzal lépett oda hozzá és kért aláírást tőle. Kosztolányi, nagyanyám elmondása szerint, kedvesen szigorúan végigmérte őt, majd a zsebéből előszedett tollal, Waterman volt, zöld tintást tette hozzá ilyenkor mindig tudálékosan, mélysejtetéssel nagyanyám. Ennyit jegyzett be a könyv első oldalára. Írni? Ingyen? Kosztolányi Dezső. Ez a könyv azóta család érekének számított, és azt hiszem apám szülőszobájának és Kosztolányi halottas szobájának mitosza ebből a lázas véletlenből fakadt. Egyszer apámmal pontosan be is határoltuk, hol volt Kosztorányi dolgozó szobája. Fennmaradt egy fénykép, amelyen a költő a Logodi utcai ház ablakában áll, mögötte a vár oldalának szürke kőfala. A kövek formájából és sorrendjéből tudtuk beazonosítani a pontot, ahol a később kibombázott ház ablaka volt. Apám is örülte felfedezésnek, ám számomra ez lett a paradicsom kapuja. Apa felismerte vonzódásom mértékét, és úgy érzem, ez még jobban hozzám kötötte, hiszen bennem látta nyíltan tovább élni a gondolatok szépsége iránti fanatizmust, amelyet tőle örököltem, de amit ő, velem szemben, soha nem vállalt fel környezete kispolgári gyűrűjében nyíltam. Szerettem a vele való sétákat. Amikor egyszer gyulladt mandulámmal több hónapig is beteg voltam, apával naponta sétáltunk az őszi budai ligetekben, a Városmajor parkjában, és néha átmentünk Pestre is, a kerepesi temetőbe. Ott lépdeltem mellette, büszkén viseltem életem első bőrkesztyűjét, amelynek hűvös sejem ha belesiklott a kezem, mindig kiválasztott szellemi arisztokratának éreztem magam. Volt bennem sznopság, hogy ne lett volna. De hát, amint azóta látom, a sznobok nélkül a nehéz időkben a művészetek meghaltak volna. És a sznob az, aki mindig fejleszti magát, és vele együtt fejlődik a társadalom is. A sznob még soha rosszat nem akart. Apa egy csöndes és sokat tűrő ember volt. Legtöbben azért érezték csak a barátjuknak, mert csöndességét az ővelük való azonosulásnak tekintették. Az ő tükrének erősebb volt a foncsorozása, de torzítóbb is. Mindenkivel azt láttatta, amit az illető látni akart, és azt igazolta vissza, amelyre a másik igazolást keresett. Így volt ez Zsolt bácsival is. Jellemtelen ember lett volna apá? Nem. Annak nevezném talán, ha csak visszatükrözte volna a környezetét, de volt viselkedésének egy különös ismérve. Csak a vele szemben állóval volt torzításmentes a tükör. Aki oldalról nézte mindezt, már látta a dolgok fonákját is. Azt a halk és beleegyező petroniusi gúnyt, amely a tükörben álló szamárfülekkel egészítette ki mások szemébe. Halkszavú apám soha nem éreztette Zsolt bácsival, ezzel a harsány és közönséges és érzéketlen emberrel, hogy nem érzi jól magát a társaságában. Petik, aki jobban szemügyre vette őket, láthatta ezt apámban az értelemnél erősebb összetevő volt a hűség. Az időt, amelyet valaki mellett eltöltött, befektetésnek érezte, és így azután is kitartott az illető mellett, ha már látta, hogy rossz döntést hozott. Zsugorian ült rossz falba falazott kincse mellett, miközben ő is torzult. Torzult, mert az ember büntetlenül nem játszhat egy életen át lélek és testidegen szerepeket. Dehogy érdekelte őt a foci, dehogy szerette a nagy zabálásokat és a tivornyákat csak még jobban rettegett a magánytól. És úgy hitte, nem nagy kompromisszum az önmagáról való lemondás a magány elkerülése érdekében. A bogaraiba menekült. Szeretett fotózni. A lakásunk egy régi, semmire sem használt kamráját alakította ki sötét szobának és házi laboratóriumnak. A fényképezés léte legális passzust adott a kezébe, hogy naponta több órára emigráljon ebből a világból. Furcsa fatörzseket, ódon temetői sírkereszteket fényképezett. Öreg emberek arcát mindig kutatta a halottak emlékét. Ügyvédként precíz és csöndes munkát végzett. Írtózott a perektől és a konfrontációktól. Legszívesebben végrendeleteket gyártott, ez tökéletesen megfelelt lelki alkatának. A terézvárosi zsidó zserbóm, még szerették őt, megbíztak benne, tudták róla, hogy ő is zsidó származású, és vele intéztették vagyonuk sorsát, a lakás és az ajándékozási szerződéseket. Ebből, ha nem is fényesen, de jól megéltünk. Anya céltudatos vidéki lány volt, mindig tervezett, mindig alakított maga körül, tört a jobb felé, de álmaiban határt szabott önmagának. A falusi szegénységből tisztes polgári létre vágyott nem akart mást, mint rendezett, független polgári otthon némi biztonságot és valamennyi társadalmi közmegbecsülést. Retteget, hogy kilóg a sorból és elüt az átlaktól, de magában kedvelte a sorból kilógókat és az átlaktól elütőket. Nem azért tolta ezeket a fogalmakat távol magától, mert ne lelte volna ő maga is titkos örömét az új és a más egzotikumában, de úgy érezte, mindarra, amit odáig elért az életben, csak veszélyt jelenthet a saját határain kívül álló világ kacsingatása. De mivel mégsem tudott meglenni nélküle, maga köré gyűjtött mindenféle furcsa alakot. Egyik barátja Vize úr volt, a festő, aki annak idején rudnai tanár segédeként nagy hírt vívott ki magának a festőakadémián. Forradalmi szerepért 1956-ban halára ítélték, és életét állítólag csak egy furcsa véletlen mentette meg. Ügyének bírája Csepregi Kornél a retteget forradalmi vérbíró volt, aki, ha az ügyész öt halálbüntetés kiszabását kérte, ő nyolc embert akasztatott fel ez a szörnyeteg ugyanakkor legendás volt szórakozottságáról. Vize Sándor másodrendű vádlott lett egy lincselési ügyben, amelyben Csepregi az ítéletet olvasta éppen fel. Ám tévedésből az ítéletben nem a vádlottakat diktálta be a gépírónőnek, hanem a népi ülnökök listáját. Így amikor a mellette álló ülnökök meghallották a nevüket, többen rosszul lettek, egy valaki el is ájult. Parás kis botrány kerekedette berohant a bíróság elnöke, és a zavarodottságban a második ítéletből egyszerűen kifelejtették vizes Sándor nevét. Visszavitték a gyűjtőfokházba, és a hatvanas években valamilyen börtön nagy takarítás során ki is engedték. Mint festőművész nem ismerték többi el hivatalosan, így anya munkahelyén, a kőbányai Bajcsi Zsilinszki kórházban lett címfestő. De néhány fiatal orvos rajongó tábort szervezett köré. Gyakran kirándultak hozzá Péceli házába, és festményeket rendeltek tőle, amelyek mellékjövedelméből az öreg úr pompásan megélt. Mi is kimentünk egyszer hozzá Péterrel a gimnázium kezdete előtti nyáron. Bárci főpolgármester egykori nyaralójának mosóházában lakott, egy földszintes műteremnek, lakásnak egyaránt használatos kis 19. századi épületben. A hatalmas rendetlenségben volt valamilyen, a kívülállók számára nehezen átlátható belső rend. Vásznak és rámák tornyosultak egymás hegyén hátán. A tetőablakot sok éve nem tisztította senki, így csak homályos fényét tompítva engedte át a napsugarakat. Az egyetlen lakószobára emlékeztető tárgy a régi vedlet perzsaszőnyeggel letakart kis heverő volt. Az öreg, aki felső ajka fölé minden reggel szemceruzával vékony pengebajszocskát rajzolt, nyájasan, bizalmaskodva fogadott bennünket. Nem is volt kétséges, hogy meleg, és majd elolvad arra a tudatra, hogy két csinos gimnazista ül nála. Péterért különösen oda volt. Annál félősebbnek nevelték az évek sem, hogy nyílt ajánlatokat tett volna, de addig kérlelte Pétert, amíg az levette ingét, Nadrágját és alsó nadrágban portrét ült neki. Ez megint az a pont volt, ahol a kívülálló, csak egy gáláns fiatalember diszkrét nemi jóságát vette volna észre egy nyácsorgató öregemberrel szemben, de én már ismertem Pétert, és tudtam. Erősebb volt benne a jóság a tabunak számító viszonozhatóságából, az abból fakadó feszültségből eredő perverz öröme, mint a primér nemi jóság. Ez is jóság volt talán, de az a fajta, amely a passzív felajánlás helyett a másikat rég nem érzett erejével ajándékozza meg, még ha nagy kínok árán is. A festmény szép lett, kisé idealisztikus is talán. Pétert német alföldi interiőrbe helyezte, mintha ezzel is távolságot akarna ékelni saját vágyai és a tiltott gyümölcs közé éreztem, vize hálás volt ott létemért, hiszen ez is távol tartotta a felsülés lehetőségétől. Önérzete nem sinlette így meg a találkozást, hiszen bármikor azzal védhette saját vonzereit büszkesége tükrében, hogy megtörténheted volna, ha én nem vagyok ott. Az emberek szívesebben menekülnek önbecsapásaikba, semmint, hogy be kelljen vallaniuk az igazságot a bennünk lakozó bírónak. A festményen Pétert kissé idősebbnek ábrázolta, félkezével egy márvány támaszkodva. Másik keze viszont furcsán, mint egy kinyúlt a képből, tenyerét majdnem összecsukva, de már a nyitás lendületében. A kéz, a kéz nem tetszik. Olyan a mozdulata, mintha tartana valamit, és még sincs benne semmi. Ez a mozdulat üres kézzel komikus. Egy pillanat alatt visszalépett, felkapott egy ecsetet, és elkezdett belejavítani a képbe. Az öreg először kétségbeesve nézte, próbált is ellenvetni, de néhány perc múlva ez a kétségbeesés csöndes csodálkozásba, majd csodálatba szelídült. Péter ugyanis mesterien forgatta az ecsetet. Az öreg ember palettájának már kikeverde még be nem száradt színeiből egy áttetsző kristálykrizantémot festett a saját kezeibe. Megdöbbentően életszerűre sikerült a -e virág. Péter mindig is kitűnően rajzolt, vízfestékkel nagyon ügyes akvarelleket festett, de az a varázslatos technika, ahogy néhány perc alatt lefestette a virágot, mindkettőnket megdöbbentett. Mikor elkészült, az öregben fellobbanó szakmai féltékenységet érezte talán meg, s alkalmazva a régi trükköt, mely szerint ki az emberi hiúságra épít, a legerősebb sziklára épít, kezeit megtörölve megszorította az öreg kezét. Otthon sokszor szoktam festegetni, és rengeteget tanultam az önképeiből. Nagyon kedves vagy, Péter, és meglep a tehetséged. Krizantém, az emlékek virága. A buszon hazafelé némán ültünk, Kiki a saját gondolataiba gabalyodott bele. Egy hónappal később mindkettőnket meglepett a hír. Vize Sándor munkahelyén a kórházban rosszul lett, szívinfarktust kapott, és orvos orvosbarátai gyűrűjében a leggondosabb segítségnyújtás közepette. Tíz perc múlva meghalt. középiskola egy kicsit megváltoztatta Péterrel való barátságomat. Mintha hozzá nőttem volna. Nem csak fizikailag, de szellemileg is felzárkóztam lényéhez. Semmiféle zavart nem éreztem már a társaságában. Vállalni mertem vele szemben a saját véleményemet, még ha az néha markánsan elisütött az övétől. Mi hozta ezt? Nem vitás, leginkább a megváltozott környezet. Mert a környezet szereti a legkevésbé észrevenni a változásokat. Sémákat és katujákat alkalmaz. Az egyszeri észrevételeket az öröklétig érvényesnek hiszi. Barátságok és szerelmek erővonalait lezárt és eldöntött aktáknak. És ha az embernek lenne is hozzá ereje, hogy barátságain belül változtasson a kezdeti arányokon és szerepeken, biztosan nem lesz hozzá ereje, hogy mindezt a tágabb mikrokozmoszban is véghez vigye ezért tud olyan sokat nyerni, ritkább esetben pedig veszíteni egy rég megszilárdult kapcsolat az azt körbeölelő környezet változásával. A majori gimnáziumban angol szakos lettem. Péter franciául tanult tovább. Angol tanárom Kriszt egy jóvágású ötvenes londoni pasas lett. Annyival másabban kezelt mindannyiunkat, mint a többi tanár, hogy jelenlétével éreztük meg igazán, rendszerváltás ide vagy oda, országunk még generációkon keresztül nem lesz szerves része annak az Európának, amely Günther Grász könyvei meg a Queenen meg Kristen keresztül jeleket küldött felénk. Mert majd elfelejtettem, közben volt itt valami, amit rendszerváltásnak neveztek. Nagyapám csak mosolyogva idézgette Karintit, aki a magyar választásokkal kapcsolatban ennyit mondott csupán. Ha az ember öngyilkosságra készül, édes mindegy, hogy a jobb vagy a bal halántékán lövi magát főbe. Én az előző rendszerben sem éreztem rosszul magam, és most se sokkal jobban. Egy-két dolog megváltozott, egy kicsit minden szabad volt, a törvények képlékenyek lettek. A rendőrök leszoktak az igazoltatásról, és olyan sunynól állkodtak az utcán, mintha egyedül ők tehettek volna az előző korszakról. Apám saját ügyvédi irodába kezdett és az állandósult zserbómami szolgálat mellett cégek alapításával próbált nyitni az álomvilág felé. Amikor egyesült a két Németország, néhány osztálytársammal kilógtunk pár napra Lipcsébe és Berlinbe. Gyerekkoromban jártam itt utoljára. Lipcse még most is szürke volt, de mintha a hajdani nagysága már ébredezett volna, amelyről nagyapám, aki annak idején idejárt egyetemre, annyit mesélt a Mark Léberg felé vezető városi úton laktunk, egy diák szálláson. Az első nap délutánján meglátogattam Klimtéket, akik régi családi barátaink voltak. Öt, öt éve nem voltunk felőlük. Az egykor mindig vidám Klaus megtört ember lett, pedig még innen volt az ötvenen. A véval kínált, amely még mindig olyan borzalmas volt, mint régen. Elmond, Felesége, Szabine, egy kedves, nagy darab, csupa szív, mindig verejtékező és enyhén izrákszagú nő, két évvel ezelőtt hazajött ebéd után munkahelyéről a gyerek otthonból. Pár perc múlva fulladozni kezdett, és mire kiértek a mentők, halott volt. Infarktus. Azóta nem találja magát. Korni középiskolás lett, nem sokára jön haza. Először nem tudtam, ki a fenéről beszél, aztán a teljesen elfelejtett személy is eszembe jutott. A lánya. Csak egyszer láttam, mert mi mindig nyáron mentünk el Kispolszkival hozzájuk, Korni pedig általában úttörő táborokban volt akkor. Korniból nagyon szép, vagy inkább nagyon szexis lány lett. Anyával ellentétben sovány volt és magas, vörös hajú, és evangélikus szociális gondozónak készült. Délután kibicikliztünk anya sírjához, a Rőtai temetőbe. Érdekes módon a régi ndk ban a temetők voltak a legbarátságosabbak, szinte otthonosak. A síron volt néhány virág is, de inkább kavicsok. Anya zsidónak született, mondta Korni. Este bementünk lépcsébe. A Tamás templomban a Tamás kórus és zenekar koncertezett ingyenes volt, beültünk. A Máté passiót játszották. Korosztályommal ellentétben mindig is nagyon szerettem a komoly zenét, pedig apám még semmilyen hangszeren nem tanítattak. De ez inkább egy hangulathoz való ragaszkodás volt. Nagyapám esténként felrakta öreg bakelit lemezeit, és hallgattuk Mengelberget, Karajánt, Fischer Bruno Waltert, közben gyenge kávét ivott konyakkal, és sokat, rengeteget mesélt azokról a muzsikusokról, akiket még hallott hangversenyezni. De koncertre soha nem vitt el. Ő maga sem járt, így nem is emlékszem, hogy voltam-e korábban. De ha voltam is, nem sok nyomot hagyott bennem. Na, ott ültünk hát a Tamás templom szenté előtti első patsorban. Ráláttam Bach sírjára, és amikor megszólalt a zene, Korni megfogta a kezemet. Soha nem gondoltam, hogy muzsika ilyen hatással lesz rám. Két kórus és két zenekar osztódott szét a fejünk feletti jobb és bal karzaton. Hömpölgött a hatalmas óriás kígyó, ez a félelmetes baziliszkusz. Roppan tömbökben harsogtak felettünk a kórusok, ahogy egymásra feleseltek. A templom tetejéig tekerettek a furcsa barokk oszlopok, az énekesek előtt gyertyák égtek, egyforma, sötét lila sejem karingükön megtörtek a fények. És amikor már azt hittem, hogy ketté hasít a fájdalom, középről, az oltár mélyéből megszólaltak a gyerekek. Egy szólamban énekelték azt a korát, amit nagyanyám kikeresztelkedett evangélikus nővére is sokszor énekelt mellettem, ha meglátogattuk őt falun és templomba vitt. A gyerekek ártatlan és vádlón tiszta hangja keresztül sikoltott a felettük robajló kórus tornádóját. következő tételek alatt már unatkoztam egy kicsit, viszont néztem Kornit, aki a hangverseny három óráján át két kezébe fogta a kezemet. Lehajtotta a fejét, és csukott szemmel némán suttogta a korálok szövegeit. Gyalog mentünk a diák szálloda felé, mert lekéstük az utolsó villamost, és Korni sem tudott volna mivel hazamenni már Hat osztálytársammal volt közös a szobám, Péter a mellettem lévő ágyban feküdt, Korni velem aludt. Ezen az éjjelen veszítettem el a szüzességem. Hat srác hortyogásától és éjjeli szellengetéseitől övezve, visszafogott lélegzettel, lassú és óvatoskodó mozdulatokkal szeretkeztünk a paplan alatt. Végig görcsben tartott az a tudat, hogy Péter ébren van, és tudja, mit csinálunk. Senki előtt a világon nem lettem volna szégyenlős, de előtte igen. Izzadtak és ragadósak lettünk a végére. Mivel Korni illegálisan volt a szobában, még mosakodni sem mehetett ki a folyosón lévő közös zuhanyzóba. Kedvetlenül aludtam el. Ugyan magam sem tudom miért, de valamiféle csodára számítottam. Műszaki okok miatt elmaradt reggelre a helység áporodott szagú lett. A nyolc embertől csorgóan párások voltak az ablakok. Valami istenverte verte szabályzat miatt hétkor kellett kelni és nyolcra kiüríteni a szobát. Úgy ébredtünk, mint a zombik. Péter már reggelizni ment, a srácok némán vihogtak. Korni cipó ült az ágy szélén, tegnapi varázsa már oda volt. Ráadásul, amikor megláttam, hogy éppen olyan rózsaszínű 50 literes tundra bugyit hord, mint vidéki nagyanyám, már émelyektem tőle. Haza kísértem. A kapujukban még meg akart csókolni, de kedvetlenül elhúztam a fejem. Megbeszéltük, hogy majd telefonálunk egymásnak. Tudtam, hogy sohasem fogom keresni. A srácokkal aznap délután mentünk fel Berlinbe. Nem volt hol aludnunk, így az utcán csavarogtunk egész éjszaka. Lépcséhez képest az emberek ekstatikus állapotban voltak a régi új fővárosban. Az este volt egy nagyobb nemzetközi foci meccs, és a német csapatnak sárga-zöld volt a színe. Soha sehol nem láttam még olyant, mint akkor ott. Tisztes, öltönyös úriemberek és elegáns dámák festették be az arcukat sárga és zöld színűre, miközben a lehető legtermészetesebben viselkedtek. Este még borongós volt az idő, kora reggel már ragyogott a nap. Péterrel felültünk az úbánra, és átmentünk a keleti oldalra. A még NDK szürke Schönhauser állén bókláztunk, majd a Brandenburgi kapunál visszasétáltunk a Sternhez. A Discman fülhallgatójának egyik vége az ő fülében volt, a másik az enyémben. A YouTube-ot hallgattuk. Csodálatos reggel volt. Félhangosan énekeltünk, fejünk össze-össze koccant felmásztunk az angyalhoz, vagyis megidéztük azokat a perceket és hangulatokat, amelyeket néhány hónapja átéltünk, amikor megnéztük a művészmoziban a Berlin fölött az ég filmet. Szabadok voltunk és fiatalok. Éreztük a turbulens idők sodrását és az egymáshoz tartozás extázisát. A következő januárban meghalt orvos nagyapám. Az utcán lett rosszul, de a mentőautóban már jobban érezte magát, Mesélték is kortermi ágy szomszédai, hogy a kórház lépcsőkön kettesével futott még fel. Aznap kitört az influenza járvány, és látogatási tilalmat rendeltek el. Három nap múlva táviratot kaptunk, hogy meghalt. A boncolás súlyos akkori leépülést állapított meg. Az egyik betegtársát mégis szóra bírta apám. Nagyapa többször haza akart indulni, nem engedték. Akkor megpróbált elszökni, vagy legalább telefonálni, végül is az ügyeletes orvos bedeszkáztatta őt az ágyba. Ott kínlódott, nyöszörgött még két napig, aztán egyszerre megdermettek a mozdulatai. A temetésen kevesen voltunk, jeges szelek fújtak. A zsidó kántorról lerít, alig várja, hogy vége legyen. Megéreztem családunk bomlásának kezdeteit. gimnáziumban, elitiskola lévén sokkal érettebbek voltak az osztálytársaink, mint az általánosban, de ez ugyanakkor valamilyen nyomasztóan tárgyilagos légkörrel párosult, amelyben már érezni lehetett. Elindult a harc, amelynek a neve élet. Még mosolyogtunk, de mozdulataink már elő voltak készítve, hogy bármikor leszorítsuk azt, aki konkurenciát jelent, vagy jelenthet számunkra. Ám ez azért nem volt nagyon feltűnő, mert közben az ország is ilyen lett. Vagy legalábbis megmutatta régi valóját nyíltan. A rendszerváltás friss levegője addigra megzápult. Elindultak a magyar boszorkányperek. Minden hónapban mást üldöztek: hol a vélt kommunistákat, hol a vélt fasisztákat, hol a múlt rendszer nagyon is valóságos ügynökeit, aztán a melegeket, a cigányokat, alkalmanként valamelyikőjüket kimondatlanul is felelőssé mind mindazért, ami ebben az országban történik. Magyarország küzdött saját lidérceivel, és ezeket a bajos fényeket vetítette rá egy-egy embercsoportra tudatos erő és struktúráltság nélkül, az indulatok irányát a véletlenre bízva. Hetente váltották egymást a társadalmi vádlottak padján. Aki a múlt héten vádló volt, az ült most oda, de jó esélyei voltak, hogy jövő héten újfent vádaskodhasson, középen pedig egy buta és sötét tömeg morajlott, nem elvek partján haladva, csak azért, hogy a szurkolás álcájával rombolhasson, által a fellemfogott jelszavak szajkózásával világgá hassa indulatait. Topzódtak a legútszélibb újságok, kezdett megszűnni a zsurnaliszta morál. Sok pimasz döglegyet táplált a nyaktiló szélére alvat vér. Magyarország újfenn megérezte, mint már többször a történelmében, hogy nem volt bátorsága a tükörben önmaga szemébe nézni, drasztikusan leszámolni a múltjával, és így vezette le saját balegsága fölött érzett dühét. A felhalmozódott igazságtalanságok és méltánytalanságok sava, ez a veszélyes idegméreg aztán szét is rákta a társadalmat néhány éven belül. A megfogyatkozott bizalomban a gyűlölet magvai virágokat termettek, és józan okos emberek kezdtek-e félelmetes virág kipárolgó illatától megrészegülve butaságokat beszélni családunkban is felbomlott az odáigi harmónia. Nyilvánvalóvá lett, amit addig is éreztem, anyám és apám házassága romokban hever, és ironikus módon ezt is egy vacsora közbeni politikai vita hozta felszínre. Hogy miként kerültek ellenkező indítatásukból át hogy miként lett baloldali neveltetésű anyámból meglepően jobboldali gondolkodású, és apámból pedig liberális, nem tudom. Családom lassú szétszakadásával egy időben elindult a társadalom ennél gyorsabb szétszakadása. Az emberek nagyobbik része Magyarországon nem a ráció mentén döntött el, hova tartozását. Szinte mulatságos, de egybefüggött ez sokaknál, különösképpen a középkorú nőknél, az elfojtott szexuális vágyak utolsó felhorkanásával, hiszen politikusi ideájukat, ha ezt. Nagyon feszegették náluk, nagy nehezen mégiscsak bevallották, leginkább az illető sármia, eleganciája, bájgunárkodása alapján választották ki. Mellékessé vált, hogy a pénzügyminiszter akár csak egy külvárosi bankfiókot is el tudna -e vezetni. Ha szépen fésülködött és hatott a nagyma megszívére, nyert ügye volt. Magyarország kétségbeesve akart stílust váltani, és ennek a szép, de alapvetően külszíni elvárásnak alapján válogatta sok politikusát különös volt a prolik úrhatnámsága. A két háború közötti időket, a nagy konzervatív visszatérést azok üvöltözték vissza a legjobban, akiknek felmenői akkoriban legfeljebb vidéki zsellérek voltak, és ha a történelem nem szól közbe, esténként ma ők is vörös hagymát rákcsálhatnának a faluszéli árokban. Az igazi arisztokraták csendesebbek voltak, de viselkedésükben mégsem elegánsak. Sok ismeretlen író, akikről addig a kutya sem hallott, nyilvános létének egyetlen bizonyítékaként tiltakozott, és tévében, rádióban fenyegetőzött, hogyha ez vagy az történik, ő bizony letiltja műveinek publikálását. Apám egyszer meg is jegyezte ironikusan. Olyan ez, mintha nyílt levelet írnék a Londoni Time-nak, hogy nem vagyok hajlandó elmenni az Oxfordi Egyetem jogi tanszékére vendég professzornak. Az igaz, hogy ugyan nem is hívtak soha, de ennek ellenére sem vagyok hajlandó. Péter a szorborra jelentkezett. Apja mélyen a zsebébe nyúlt, és vállalta, hogy a fiát Franciaországban tanítassa. Zsolt bácsi ugyan mélységesen provinciális volt, de addigra belátta. Egy magát nyíltan európéernek való fiatalember nem vesztegetheti el legértékesebb éveit szülőhazája kétséges végkimenetelű változásaiban bizakodva. Ez a negyedik gimnáziumi év kezdetén történt. Így maradt a búcsúzásra egy teljes esztendőnk. Az elválásra való felkészülést egy kicsit segítette, hogy az utolsó évben kevesebbet voltunk együtt. Péter a nyáron megismert egy német-magyar, grófi származású medikát, Rufsnax Verát, aki Pesten tanult, és járni kezdtek. Ez volt az első szerelmi kapcsolat barátom életében. Vera, akit apám magunk között mosolyogva csak közértes intellektusnak nevezett, nem volt különösebben szép lány, de valahogy értett hozzá, hogy önmagát mindig a lehető legjobb formájában adja el. Szőke rövid, melírozott haja volt, kicsi mellei, fiúsan öltözködött, és egyet biztosan meg lehetett róla állapítani. Korszerűen gondolkodott. Rajongva szerette azt a fiút, akit Péternek hitt. De ahhoz nem volt elég okos, hogy meglássa, minél jobban törekszik ennek a srácnak a teljes bevételére. Annyira gyorsan el is égeti a Péter által erre a kapcsolatra szánt hajtóanyagot. Tulajdonképpen szép pár voltak, de én láthattam a legkevésbé párnak őket, hiszen hármasban való együttléteink alatt Péter állandó felén való kikacsintása is a mizárt szövetségünket erősítették de Vera a maga céltudatos és erőszakos törekvéseivel nagyon megpróbálta kisajátítani Pétert. És mivel jó ösztönnel érezte bennem a kettejük között kotyogó időzített bombát, külön programok és utazások, némelykor pedig sírógörcsös görcsös rohamok által megpróbált akkora éked verni közénk, amekkorát csak tudott. Az év végére kitört a botrány. Valakik valahogy megtudták, és a sajtóban megszellőztették, hogy Péter apja a múlt rendszer besúgója volt. Mint hogy közben igazgatója lett egy másik kórháznak, napokig folyt a sajtóban üldöztetése és megalázása. Valljuk be őszintén, magam sem kedveltem különösen Zsolt bácsit. Felszínes és nagyhangú törekvő volt de ahogy most ugráltak fején a kis senkiháziak, kik szakmailag nyomába sem érhettek, ahogy a legutolsó söpredék a szaros cipőjét beletörölhette földön fekvő erkölcsi hullába, és rajta élhette ki szinte törvényi oltalom alatt a saját szadizmusát, ez sok volt már nekem. Pétertől az iskolában kezdtek elhúzódni, viszonylag töretlen népszerűsége odaveszett, és néhány napra rá Vera is. Álságos indokokra való hivatkozással. Ott hagyta. Anyám naponta átment Krisztina nénihez, és megpróbált lelket önteni belé. Egy hétre rá Péter apja elment az esti misére a pesti domonkosokhoz. A mise alatt belopódzott a sekrestje wc és a nadrág szíját a kilincsre erősítve felkötötte magát. <Szül> Temetésére, talán az előző napi hóvihar miatt. Alig jöttek el. Néhány házukbeli öregasszony volt csak ott. Általános iskolai osztályfőnökünk, Zsolti bácsi testvére, Krisztina néni, Péter és mi. Illetve mi is csak részben, mert nagyanyám két nappal korábban infartus gyanúval bekerült a Tétényi úti kórházba. A botrány kirobbanása óta nem nagyon találkoztam Péterrel, az elmúlt két hétben betegségre hivatkozva nem jött iskolába. Egy kicsit megváltozott. Mintha megnyúlt volna. Soványabb és sápadtabb lett. Hangja pedig visszafogott volt. Túlon túl nyugodt és rezignált. Úgy éreztem akkor, nagyon szeretem. Jobban, mint bármikor előtte a temetés után odalépett hozzám. Szia, Péter. Siet? Szia. Nem sietek sehol. Gyere, sétáljunk egy kicsit. Fel akarok olvasni neked valamit. Maradjunk itt a temetőben? Jó lenne. Nincs kedvem az emberekhez. Itt azért jobb társaság vesz körbe bennünket. Itt még úgy voltam soha. Gyönyörű ez a hely. Nézd, ott van Bajorgizi sírja. Fúrcsa. Pont a napokban hallgattam egy rádió felvételét. A Rómió és Júliát játszották somlaival. Különös, hogy mennyire modoros volt, és mégis mennyire lenyűgözött. Tudod, mit mondott Kosszolányi egy barátja Hugának temetése után? Az egész rendszert elhibázták. Aztán eltert pár év, és őt temették el néhány sírralodépp. És ahogy a novemberi késő délutánból Radnuti hazaért, leült és megírta Kosszolányi temetéséről a versét, az utolsó mondata így szól. Őrizd uram a lélek útjait. Aztán eltelt nyolc év, és őt is agyon lötték. És a már oszló hull a kabát zsebében, utóbb megtalálták az utolsó verseit. Később ő is a Kosszolányéval szomszédos parcellában kötött ki és azokban az utolsó versekben benne volt a saját halálának előérzete, éppen úgy, mint Rembónál, Petőfinél és Puskinnál is. De bent volt valami más is. Benne halmozódott Kosztolányi egykori mondatának hangulata, a saját mondatának a hangulata, amit Kosztolányi temetése után írt. És benne volt már a saját halálfélelme is. Rembó, Petőfi, Puskin és Radnóti, nem tudták, hogy meg fognak halni, de érezték, hogy mögöttük áll a nagy kaszás, és féltek, hiszen csak a hülyék nem félnek. És csodákat írtak félelmükben, mint ahogy Kosztolány is az utolsó két évében. Hm. Mintha a költészet és a művészet hatalmas bestiája csak embervérrel táplálkozna. Igen. Ez a nagy vámpír kiszívja az életet, és valami sublimátumot a cserébe, amely nem élet, nem is vigasztal, nem forrasztja be a sebeket, de a szépség éjszakfényét ragyogtatja fel. A művészet az ördög mellékterméke. Nem a személyes ördögé, hanem azé, akinek munkáival nap-nap után találkozhatunk a földi bojongásban, amikor parancsára az ember kivetközik önmagából, hogy elveszejtse a másikat. Mit akartál felolvasni nekem? Apám búcsú levele. Anyám látni sem akarja, én nem akarom megtartani. Felolvasom most neked, aztán elégetem. Mikor ezt a levelet olvassátok, már valószínűleg nem fogok élni. Akarom, hogy tudjátok, benneteket semmilyen módon nem terhel felelősség a döntésemért. Személy szerint tulajdonképpen senkit sem. Még azokat sem, akik elindították ezt a hajszát ellenem. Elítélni csak a társadalmat lehet, ha lehetne hogy ennyire eltorzítja benne élők lelkét. Noha mindannyian ártatlanoknak és különböző képességek mellett is tisztának születtünk. Gyengeségünket, erőtlenségünket, félelmeinket és az abból fakadó zsarolhatóságunkat kihasználva besúgókat és óhérokat csinál belőlünk. Nem akarom csökkenteni felelősségemet. Kinyírhattam volna magam már akkor is, amikor valamivel, amiről soha nem akarom, hogy tudjatok. Megzsaroltak és aláíratták a beszervezési nyilatkozatot. De részben gyáva voltam, Péter is kicsi volt, és hittem még a házasságunkban, a jövőben. A jövő elárult engem. Kövér, visszataszító regember lett belőlem. Újabban szexuálisan már csak a 14-15 éves lányokhoz vonzódom. A házasságunk hideg, mint egy jéghegy. Magamra maradtam, és így egyedül már nem bírom elviselni az ellenem indított támadásokat. Nem árultam el soha senkit. Néhány semmit mondó jelentést adtam le, ennyi az egész. Olyan laposak voltak, hogy még egy úttörő őrsi is beírhatták volna őket. És még valami. Hittem abban a rendszerben. Hittem, hogy jobb lesz mindannyiunk jövője, és hogy vigyáznunk kell, mert az ellenség felütheti sorainkban a fejét. Nem ütötte fel, így szerencsére nekem sem kellett senkit elárulnom. Péter, három évnyi tanulásod összes költségét befizettem egy nevedre kiállított kötvényre. Ennyit tehettem, érted? Sajnálom, hogy másképpen nem tudtam megmutatni, mennyire szeretlek. Meg kell értenetek. Ki kell mentenem azt a kevés maradék ártatlanságot ebből a koszos, elkárhozott világszagú testből. Apa. Nagyanyám néhány nap múlva szintén meghalt. Apám, kinek nem volt lelki ereje hozzá, megkért, hogy vigyen be a proszektúrára a temetési ruhát. Késő délutára verekedtem magamat keresztül a pesti dugon. A kórház hátsó részében, különálló, kopottas épületben volt a patológia. Csöngetni kellett. Először egy idősebb, titkárnőféle nyitott ajtót, majd odajött a boncmester is kedélyeskedő, ötvenes férfi volt. Erőltetett nyájassággal, mintha csak leíratban kapta volna meg, hogy a piac gazdaság idején hogyan kell viselkedni a kuncsaftal. Kezébe adtam a ruhát és a pénzes borítékot. Szégyenérzet érzet nélkül belenézett, elégedetten mosolygott, és még nyájasabban megkérdezte, akarom-e látni a testet? Igen, így fogalmazta, a testet. Ezzel a szóval, mintha el akarta volna érzelmileg távolítani tőlem azt a kilobbant sejtcsomót, ami pár órája még a nagyanyám volt, hogy így is felmentést adjon magának pimasz pénzéségéért, amivel befurakszik két ember odáigi meghit viszonyába. Rábólintotta. Nagyanyám egy tolóágyon feküdt, nagyon közönösen, szinte unatkozva. Már nem volt rajta a háló -e, csak egy kétségeket ébresztően tiszta lepedővel volt letakarva. Szeme résnyire nyitva volt, haja, mintha frissen mosták volna, csapzottan lógott a bádoglapra. Keze kilátszott a lepedő alól, körmei már kékek voltak. Megsimogattam a homlokát. Olyan volt az érintése, mint a hideg viaszé. Amikor kifelé mentem, a után, utánam szólt még. Visszafordultam. Kezébe fogta a nagyanyám kezét, és kedélyes mosolyjal úgy mozgatta, mintha nagyanyám integetne nekem. Iszonyodni kezdtem, hogy még a halál partjain is a nyomasztó középszerűség fülled. Pétert hivatalosan is felvették a szorbanra. A légüres tér, amely apja lebukásával keletkezett körülötte, a félárva felé forduló részvédtel egy kicsit enyhült, és most, hogy a nagy hírű egyetem várta őt, teljesen meg is szünt. A csodák tényleg három napig tartanak. Legalább ebben következetes ez az ország. Közben leérettségiztünk. Tanáraink közül egyedül Kriszt hívta meg az angol tagozatosokat egy sörre. Az egyik városmajori írpába ültünk be. Kriszt is búcsúzott, hat év után költözött vissza Angliába. Most néztem meg először magamnak tüzetesebben ezt a csöndes és határozott férfit. Volt benne valami Anthony Hopkins-szerű, valami pihenőkő a melankólia és a félmosoly között. Hallgatása is belenyugvó, de fellemadó belső világrendet tükrözött. Soha nem hangoskodott, Mindenkivel kíméletlenül, szó szerint kíméletlenül udvarias volt, és csak abból látszódott esetleges dühhe, hogy még halkabban beszélt, és elzöldült az orra. Méltósággal viselte korát. Nem volt egyetlen ruhadarabja, egyetlen gesztusa sem, ami elütött volna attól a viselkedéstől, mely életkorából természetesen fakadt. Korszerűsége abból állt, hogy nem utánozta ripacs módon a fiatalabb generáció metakommunikációját kommunikációját és beszédét, hanem a lehető legtermészetesebben konvertálta azt saját rendszerébe, és aki ezt viszont is meg tudta tenni, azzal éreztette csak szellemi partnerségét. Egyikünk kérdésére, aki már hallott róla, elmondta nekünk, valóban ő az egyik jelentősebb angol grófi család gyermeke. Apja felmentette őt a grófi kötelmek alól néhány évre, de most arra gyengélkedik, és neki kell átvenni a családi örökség kezelését. Kérdésünkre, hogy milyen is az angol arisztokrácia századvégi élete elmondta, hogy manapság a legfontosabb ténykedése az angol mágnásoknak a jótékonykodás és valóságos szakmák megtanulása. Ezért jött ő is Magyarországra tanítani. Ugyanakkor felelősségteli felkészülés a családi javak kezelésére és a személyzet lehető legmagasabb életszínvonalának megteremtésére, hiszen akad közöttük olyan, kiknek már a nagyszülei is családjukat szolgálták. Az angol arisztokraták nem szeretik az új ruhákat, feltűnő autókat, de annál inkább a könyveket és a hangszereket úton néztem ezt az asztal végén ülő szimpatikus fiatal embert. figyeltem elegáns mozdulatait hallgattam már már túl finom móddesik from lord the advantages of an even temper and steady habits His father was less even tempered and one of his most vivid early memories was the duke raging through the house Damning the Prime Minister Gladstone to hell. He's done on us. The Duke had roared, giving the vote to every dreary shopkeeper and tradesman. No good will come of us. And this just shows that the visible richness is always the sign of the new rich people. The real gentleman is always invisible. A gazdagság mindig a az igazi úriembert arról lehet észrevenni, hogy egyáltalán nem lehet őt észrevenni. Péternek augusztus közepén kellett elindulni a Párizsba. Anyja úgy döntött, hogy kiköltözik a húgához Amsterdamba, és lakásukat kiadják ezentúl. Péterrel az utolsó napokban nagyokat kirándultunk. Elkérte az apja után maradt öreg Volvót, és két hétig csatangoltunk a Dunán túllankái között. Lemettünk az őrségi vadásatóhoz, átnéztünk Bécsbe is. Ott ültünk a Stefánsz ahonnan Mozartot eltemették. Megint a fülünkben volt a régi diszkmen fülese, és Döbüsszi Szent Sebestén oratóriumát hallgattuk. Érted a szövegét? Csak egy-két szót. Gyergyei Albert annak idején gyönyörűen lefordította. Ő már halott a szép Adonis, sírassátok csak, sírjatok. Megöletett a szép Adonis, sírassátok csak, sírjatok. A mély beszáll és ott kopog, hol hádész utasra vár. A fákjákat olcsátok el, és sírjatok. Ez a halál. Volt valami elragadó ezekben a napokban. Talán a fájdalomtól való félelem tette tündérivé, amely feltartóztathatatlanul közeledett a búcsú percével. Hát végül is gyerekkorunk óta össze voltunk nőve. Két hétnél hosszabb időt soha nem töltöttünk el egymás nélkül. Ismertük a másik legkisebb rezdülését is. És azzal a felzárkózási folyamattal, amely egyenlősített a gimnázium kezdetétől Péterrel, azzal a tudattal, hogy kapcsolatunk nem lezárt, de fejlődőképes, nyilvánvaló lett számomra, hogy többek vagyunk egymásnak egyszerű barátoknál. De nem volt ebben semmi fajta szexualitás sem. Vagy csak annyi izgatott bennünket, hogy másokat izgat kettősünk. Ezen a nyáron csokoládé barnák voltunk, hajunkat szinte fehérre szívta a nap fehér vászoningeket és gyolcs nadrágokat hordtunk. És ez a látvány, kiegészítve ritka bizalmas és szinte a finomkodási gudvarias beszélgetési stílusunkkal, izgalmat és az elásott álmok újjáéledését gerjesztette sokakban, Mi azok a nyárspolgárok, akik azért voltak erkölcsösek csupán, mert soha senki bottal nem piszkálta volna meg őket, magukban fortyogó düvel tűrték jelenlétünket. Olyan órát hordoztunk magunk körül, amely ismeretlen és izgalmas volt ebben a déli bábos magyar valóságban. Az utolsó este átmentem hozzá szándékosan kerülte aznap a mély beszélgetéseket. Közös ismerőseinkről szóló plegykákkal és nevetgéléssel mulattuk az időt. Amikor eljött a búcsú perce, megdöbbentett, hogy Péter milyen lazán búcsúzott el. Na, szevasz! Csak ennyi? Figyelj, én minden búcsúzásba belehalok. Haldokolni pedig nem jó, Kérlek téged, ne érjünk egymásnak fél évig, mert az csak szenvedéseinket növelni. Tud, hogy te vagy nekem a legfontosabb. Tehát, szevasz. Szinte kilökött az ajtó. A váratlan vallomás fölött érzett örömömben észre sem vettem, milyen súlyos szankciót jelölt ki barátságunk következő félesztendeire. Már tíz órakor otthon voltam. Másnap nekem is el kellett utaznom két hétre Zágrába. E az utazás izgalma és a horvátoknak, ennek a furcsa szimpatikus népnek nyüzsgése Péter hiányának érzetét tudatalatti szintre szorította vissza. Olyan volt, mint a fájdalom csillapított migrén, amely ott lappang továbbra is bennünk, még ha nem is fáj már úgy. De mégis ennek az érzésnek tudom be, hogy Horvátországban átestem életem első meleg kapcsolatán. Ha egyáltalán kapcsolatnak lehet nevezni egy háromnapos kis liezont. Mert a Péterrel való barátság igenis felgerjesztett bennem annyi homoerotikus vonzalmat, amely még nem volt elegendő, vagy talán soha nem is lett volna elegendő, hogy viszonyunk hatalmas szikláját átugorja, de annál több volt, semmint büntetlenül magamba tudtam volna folytani, önmagam szellemi erodálása nélkül. És egy kevésbé emelkedett kapcsolat és partner erre jó alkalomnak tűnt. A célszemély egy jelentéktelen személyiségű, de helyes fodrás srác volt. Kikezdett velem, hagytam magam elcsábítani, mert valószínű, hogyha ő nem kezd bele, én teszem vele öt perccel később ugyanezt. Tárgyilagos testérintkezés volt. Sem nem jó, sem nem rossz. Olyan, mint a benzinkutas szendvics. Nem mesterszakács készíti, de megment az éhenhalástól, és még némi ízemléket is hagy maga után. Meghúzott bennem egy strigulát, hogy íme, ez is megvolt. Megnyugtatott, hogy ez is működik bennem, ha akarom. Semmi több. Felszabadultan jöttem el Zágrábból. Ez a flört is alkalom volt ahhoz a nagy célomhoz, amelyet nem sokkal korábban tűztem ki magamnak, hogy az élet minden jelenségéből, jóból és rosszból, abból, ami engem ér, és azokból, amelyeknek csak szemlélője vagyok, tanuljak. Innentől fogva átértékeltem magamban a jó és a rossz fogalmát, és úgy szemléltem ezeket a tüneményeket, mint patológus a hullát. Éppen az egyetem kezdetére értem haza. Megismertem új évfolyam társaimat. A bölcsészek többnyire okostolások voltak, a történészek pedig szalonnácik. Ez talán fel sem tűnt volna, de rögtön az évkezdetkor a Nemzetbiztonsági Hivatal tisztjei elvitték kihallgatásra azokat a történész hallgatókat, akik már az első nap a furcsa jelvényt hordtak. Két sílécet ábrázolt, szárnyakkal. Nem csak én, de sokan hittük azt, hogy ez valamelyik egyetemi sportklubnak a jelvénye. Begyűjtésük napján ütött csak a fejére egyik évfolyamtársam. Hát persze, Mit csinál a síléc, ha szárnyai vannak? Szál. Szál a sí. Aztán persze mindet kiengedték, ilyen-olyan szólásszabadságra szabadságra és jogi halancsákra hivatkozva. Már jócskán benne jártunk az őszben, amikor az egyetem melletti kávéházban összeakadtam régi osztálytársammal, Bencével. Ő is ide járt matek fizika szakra beszélgettünk az utolsó, barátainkkal kiegészített osztálykirándulásról. De emlékszel, mekkora röhögés volt, amikor Péter oda ment a busz mikrofonjához, és azt mondta, hogy elől csesznek, hátul csesznek. Te mióta beszélsz egy szem harmadik szemében önmagadról? Nem is te mentél oda, hanem az Oli. Nem! A Péter volt az. Milyen Péter? Lugosi. Lugosi? Na mindegy, te tudod. Nekem mennem kell. Furcsa grimasz suhant végig Bence arcán. Úgy kódoltam ki ezt a fintort magamban, hogy talán haragban váltak el Péterrel, és ezért nem is erőltettem a dolgot. Gyorsan másra tereltem a szót. Néhány hét múlva beköltöztem a kollégiumba. Elegem lett apám és anyám hullaházi kapricsójából. Elviselhetetlenül nyomasztó volt már az otthoni légkör. Nem volt rossz a kolesz. Egyedül a közös mellékhelyiségek voltak rémesek, hetente szedtem össze valamilyen gombás lábfertőzést. Inni is elkezdtem, és minden este más csajt kúrtam meg. Persze, gyorsan elfogytak, és máshonnan kellett pótolni őket. Megváltásként jött az új lehetőség, az internet estéről estére cseteltem a társkereső oldalakon. Módszerem egyszerű szélhámos gyakorlat volt csupán. Már az első perctől nagy őszinte és monogám kapcsolatokról papoltam, így minden estére akadt betevő. De mindezek mögött végtelenül magányos voltam, és önmagamban valóban arról álmodoztam, amiről naponta hazudtam. Egy nagy és életemet felölelő kapcsolatról mert Péter hiánya lassan és alamuszi módon tört elő belőlem, de most, hogy a felszínre került, szörnyű pusztításba kezdett. Elkezdtem füvezni, mert az valamely jótékony fátyollal vonta be érzéseim szomorú tájait. Nagyon vártam valakinek az eljövetelét, aki kiemel ebből a lejtő lefelé futó kordéból. <Színt> ismerkedte meg a neten Andival, egy 22 éves pesti lányjal. Bölcsész volt a másik pesti egyetemen, konzervatív polgári családból származott, diplomatának készült. Küldött egy képet magáról mélen. Iszonyatosan jól nézett ki. Én is küldtem magamról. Nem lépett le ezután, és ez biztató volt. Furcsa és mámoros napok következtek. Estéről estére bentültem a gépteremben, és órákig cseteltünk. Megbeszéltük, hogy első netranding harmadik hónap fordulóján fogunk találkozni. Egy hét múlva megállapodtunk, hogy éjjelenként felhívjuk egymást. Mivel volt a szobájában külön vonal, családja tudomása és megzavarása nélkül tudtunk telefonálni. Kezdtem tébolyultan bele szeretni. Három hétig beszélgettünk minden éjjel, egész ösztöndíja merre ment rá. A szerelemmel párhuzamosan egy másik érzés kezdett nyomasztani, Andi egyre többször tett utalást rá, igaz, nagyon finoman, hogy családja nem nézné jó szemmel, ha zsidós srác udvarolna neki. Ahogy közeledett az ideje, egyre inkább éreztem, hogy a család miatt halogatni próbálja a találkozást. Beindította kettőn kapcsolatában azt, amit Göte fékező démonoknak nevezett. Pedig éreztem, hogy szeret. Négy nappal a beígért találkozó előtt rendhagyó időpontba hívott fel, délután a kolesz portása szól, felértem a szobába. Figyelj, Péter, megkaptam a régen várt ösztöndíjat Moszkvába. Hat hónapig fogok ott tanulni. Addig nem akartam szólni, amíg nem volt biztos, mert eléggé kicsi volt az esélyem. Ne haragudj, de el kell mennem. Ez volt életem álma. Öt nap múlva indulok. Úristen, bele fogok dögleni. Legalább előtte megteszed azt, hogy találkozol velem? Úgy mindketten többet szenvednénk, ezért inkább ne találkozzunk. És arra szeretnélek kérni, jár nyitott szemmel. Ezt a hat hónapot a sors tám próbának szánta, és azt a gyengécske is megalapozatlan ítéletedet, hogy szeretsz talán egy jogerős és megingathatatlan ítélettel váltja fel, amely a legmélyebb rétegekig hozzád kapcsol majd. De ha ez alatt a hat hónap alatt találkozol bárkivel, akinek az egyénisége vagy a szexusa jobban vonz, mint az enyém, ne legyen lelki ismeret furdalásod, ha őt választod. Én ettől még a barátod maradok. Ő is azt kérte, amit elutazása előtt Péter. Ne tartsuk a nexust ez alatt a hat hónap alatt. Még két napig telefonálgattunk egymásnak. Ezek a telefonok már kimértebbek és távolságtartóbbak voltak, mint a sok hete megszokottak. Majd az egyik este elbúcsúztunk egymástól, és ő másnap reggel elindult Oszkvába. Nem tartottam be az ígéretemet, de a bal szerencse elén vágott ki akartam menni reggel a repülőtére, hogy legalább egy percet beszélhessek vele, de a gyors forgalmi úton keresztbe fordult egy teherkocsi. Állt a forgalom, és már csak egy utolsó intését láttam, amivel szülei felé fordult, mielőtt eltűnt a folyosón. Anyja és apja egymással beszélgetve mellettem mentek ki a váróteremből. Az elegáns, korosodó nő szemében közöny és idegenség suhant át, mikor egy pillantásra rámesett, noha nem tudta, ki vagyok. Szánalmas látvány lehettem akkor életmódomból adódóan, és ezt a lepusztultságot csak erősítette a reggel kíméletlen és kemény fénye. Talán az a reggel volt a legmagányosabb reggelem, amióta élek. Hazamentem anyához, hát ha beindul a régi mechanizmus és közelsége valamilyen csillapodást nyújt majd. De az a tény, hogy ő nem tudott titkomról, Andiról, nem ismert ennek a néhány hónapnak kóros lélekbúrjánzását, azokat a furcsa és gyakran ellenmondásos folyamatokat, amelyek oly régen meghatározták már viselkedésemet, kizárta azt, hogy segítséget kapassak jelenlététől. Pedig anya személyiségben volt valami hibajavító szoftver, amelyet rám fejlesztettek ki, és addig életemben bármikor, ha megoldhatatlannak tűnő problémámokat, amelyel már a saját belső hibajavító rendszerem sem tudott megbirkózni, önmagában közelségével is segítséget tudott nyújtani. De azon a reggelen az sem működött. Zombis hetek kezdődtek. A tanulás nem tudott lekapcsolni a magány miatti folytonos agyalásról, mert nem szerettem meg az egyetemet. Előtte mindig azt gondoltam, hogy olyan lesz, mint az angol vidéki egyetemek. Különc és piperköc egyéniségek 6-8 fős előadásait hallgatjuk majd. Mindannyian magázzuk egymást, napfényes őszi délutánokon hosszas sétákat teszünk a füvészkertben társaimmal, és roppant halk és udvarias hangon vitatkozunk Pierre Abelard teológiai nézeteiről, a kvantummechanikáról vagy az univerzáliákról. Ehhez képest bölcsésztársaim nagyobbik részére igaz volt Lővi Árpád gúnyríme. Pályát választottunk találomra, s most lőjük a bakot nagy halomra. Legtöbben csak álbölcsészek voltak, nem szerették a könyveket, a komoly zenét, múzeumban nem jártak, és virtusnak számított az ivás. Látszólag persze én sem különböztem a mindennapokban tőlük, de bennem még működött az iránytű, amely mutatta a dolgok fertelmes állapotát ám ők legtöbben ezt az életmódot tartották a lehető életmódok legjobbikának. Egy hónap után nem bírtam tovább. Ugyanazon az éjszakán e-mailt küldtem Andinak is és Péternek. Három nap múltán Andi udvariasan egy mondatban megkért, tartsam be a megállapodást és ne keressem hazajövet eléig. A Péternek írt e-mail pedig egy nap után érkezett vissza azzal a az záradékkal, a megadott cím nem létezik dermedten ültem a gép előtt. Vajon a közöny, a feledés vagy a fájdalom az, ami megszüntettette vele a mail címét? Másnap délelőtt otthon maradtam, hogy néhány telefont elintézzek. Szokatlan volt nekem a nappali telefonálás, szinte mindenkivel éjjel érintkeztem. Ahogy arra vártam, hogy egy foglalt szám kicsöngjön, némileg nosztalgiából, némileg pedig gyanakvásból felhívtam Andi régi számát, hogy vajon a vonal éle még, kicsöngött. Valamiféle fájdalmas elvágyódás okán hagytam, hogy csöngjön. Váratlan dolog történt. Halló? Andi, te itthon vagy? És miért nem hívtál fel? Haza kellett jönnöm két napra amikor először szóltam bele, éreztem a másik végen való szándék, azt fontolgatja, rám rakja -e a telefont. A válaszszal viszont már elodázta annak lehetőségét, hogy letegye. Némi helyzeti előnyhöz jutottam. Hosszas, túlságosan logikus és éppen ezért hiteltelen magyarázat jött a túlvégről, ugyanis csak hazugság lehet ennyire sima, olajozott és gördülékeny. Az igazság mindig logikátlan és kicsit sántít is. Meghajt apám nővére, Ma lesz a temetése. De már holnap reggel utazom is vissza Moszkvába. Remek. Akkor találkozhatunk ma délután. Nem tudok délután találkozni veled, mert ötkor lesz a temetés. Hol? Miért kérdezed? Csak úgy. Pesten lesz? Igen. Melyik temetőben? Hát, valahol az Isten háta mögött. Kispesten vagy Rákos Palotán. De miért fontos ez? Nem is emlékszem pontosan. Hoppá, rajta kaptam az első hazugságon. Nagyanyámét is én intéztem, és tudtam, hogy a pesti temetőkben délután négyig vannak csak temetések. Szagot kaptam, mint a véreb. Ettől beindult az elszámoltatás kérlelhetetlen és pengeéles logikája, amitől ő egyre inkább belezavarodott az improvizációba. Még egy kicsit kínoztam, élveztem a vergődését, visszafizettem egy részletet abból a fájdalomból, amit rám mért. Rendben, hazudtam, de ne szekálj már, nem érek rá is kész. Pedig ma délután négykor találkozunk az Andrási úti művész kávéházban. Nem fogok tudni oda menni. De oda fogsz jönni. Egyik barátom megszerezte a titkosított vezetékes számok jegyzékét. Már tudom, hogy hol laksz. Ha nem leszel a művészben, elmegyek hozzátok, leülök az ajtótok elé, és addig nem mozdulok, amíg meg nem ismerkedünk. Rendben. Négy korot leszek. Ez persze blöff volt, nem tudtam a címét, de a trükk hatott. Életemben nem izgultam még annyira, mint akkor. A külső helyiségben ültem, le nem vettem a szememet az ajtóról. Mellettem két asztal arré piknikus alkatú nagymama ült az unokájával, a gyerek egy kifestőkönyvet rajzolgatott. Négy óra. Semmi. Négy óra öt perc. Semmi. Negyed ötkor már indulni készültem, amikor a nagymama felcihelődött mellőlem, oda tipeget hozzám és megszólított. Andi hangján. Bambán bámultam rá azzal a fajta bambulással, amit a természet az érthetetlen jelenségek szemlélésének idejére fejlesztett ki. Szervusz, Péter! Parancsol! Éva néni vagyok, akivel hónapok óta beszélgetsz. Bocsáss meg, hogy álnevet használtam, és hogy minden, de minden hazugság volt. Hogy mondja? Andi nem létezik, a férjem vette egy számítógépet, és miközben azzal ismerkedtem, akkor jöttem rá a csetelés lehetőségére. Gyerekkorom óta szeretek szerepeket játszani, és ez remek lehetőség volt hozzá. Másokkal is megismerkedtem, mindegyiknek egy külön szerepet találtam ki, de veled megtörtént a baj. Az őszintességed és a rajongásod miatt beléd szerettem. Akkor már én is akartam a hangodat hallani a telefonban, Azért is adtam meg a számomat. Reméltem, hogy csak pár napig tart az egész, és csöndben elhal majd ez a kapcsolat kettőnk között. De nem így lett. Nézd, eh, illetve nézze, tudom, hogy milyen képtelen ez az egész helyzet, és higgye el, hogy amikor már nagyon benne voltunk, nem mondhattam el az igazat. Mert a legtöbb hazugság egy pontig ártatlan, és akkor a lélek nagy űrei kigyújtják a zöld lámpát és be kell vallani az igazat. Addig a pontig még nincs harag, nincsen csalódás sem. De aki maga is megikéződik, az sokszor nem veszi észre a zöld jelzést, vagy figyelmen kívül hagyja azt. És onnantól lesz bűn a hazugság. De akkorra már összefonódik velünk, és nem hagy szabadulni. Így jártam önnel. Kérem, bocsásson meg. De hát a lányak képen, aki aznap reggel kint volt a repülőtéren is. Kiment? Milyen jó, hogy nem kísértem ki én is. Sejtettem, hogy ön is ott lesz, és azt is tudtam, hogy félszek hozzá, hogy a szülei gyűrűjében megszólítsa. Viszont hitelesítette a kitalált személyt, és annak elutazását. Ő Zsófi, a húgom lánya. Minden igaz, amit megírtam róla, csak éppen nem tudja, hogy ön a világon van. A hangomat kölcsönöztem neki, meg az érzéseimet. Higgye el, nekem is nagyon nehéz ez egész. Bambaságom dűvé kezdett alakulni, de dühömet enyhítette ennek a szánalmas néninek a látványa. Valaha talán szép lehetett, de így, túl a hatvanon el volt hízva, látszott, hogy a ruha, amelyet hord, nem mindennapi viselete. Cipője formáján áttört a nagylábúja alatti bütyök, a kezé lévő kis aranygyűrűből hiányzott a kő. Tehetetlen voltam. A helyzet kezdett annyira valószerűt lenné válni, mint ha magam is kafka szereplővé alakultam volna. Néhány közhelyszerű szóval biztosítottam róla, hogy nem haragszom, annak lebegtetésével, mint a végig tudtam volna, hogy ez az egész csupán tréfa. Kínosan, udvariasan mosolyogtunk ezen, látszott rajta, hogy természetesen nem hiszi el, de hálás nekem, amiért nem veszek elő gépfegyvereket a mi kis románcunk kódájában. Aztán félszegen felállt, elköszönt, kifizette a számláját a pincérlánynál, és unokájával kézen fogva kitipegettem. Majd egy óra hosszat ültem még a kávéházban. Valami nagy és rendíthetetlen nyugalom áradt szét bennem. A biztosan tudott fájó igazság tudata a bizonytalan remény lidércével szemben. Ilyen lehet, amikor az ember az anyja halotti ágyánál áll, ahol már nincs szépítés, mákony de van az igazság és a tény, amely nem gyűlöl bennünket, de nem is szepek hozzánk, mint a remény, amely méretre szabott. A remény smúzol nekünk. Az igazság nem is tud rólunk. Csak van, rendíthetetlenül, mint egy katedrális. Lassan sétáltam hazáig, és közben a legképtelenebb érzés lett úrrá rajtam, még most is halálosan szerelmes voltam Andiba. Kevesebb dolog érintette érzékenyebben a hiúságomat, mint ez a fiaskó. És természetes módon nem a világgal szemben éreztem gyűlöletet vagy dacot, hanem önmagamban kételkedtem egyre inkább. Ezután gyakrabban jártam haza anyámhoz, illetve ahhoz az emberhez, akiben egykori anyám volt eltemetve. Napról napra ébredtem rá annak keserűségére, hogy mindazok a momentumok, azok a réges-régi emlékek, amelyekből személyiségem áll, mennyire nem részei már az ő mostani személyiségének. Sok gyermekkori titkom volt, amiről csak ő tudott ezek a titkok néha nem is voltak mások, mint egy-egy közösen megélt pillanat emléke. Négy éves születésnapomon a délutáni zápor, ami kimentünk a még nedves, napfényben csillogó kertbe. Arcunkra egy-két vízcsepp pöttyent. A zöld májusi ágak között szegfű illatában tűnt el a vörös nap. Anya világos kék garbóban nézte, és a legszebb volt ezen a világon. Szerelmes voltam belé, és az volt a legboldogabb délutánom. És ennek a délutánnak az emlékét hordtam annyi éven keresztül magamban. Féltve őriztem, mint uzsorás a kincsét, nem beszéltem róla, nehogy elkapjon, és tudtam, ő is így van vele. Aztán egyszer. Sok évvel később, amikor először éreztük a másik távolodását, és kétségbe esve kereste egymást összetartozó rendszerünk, egy napon, végső megoldásként, szellemet idéztem, és egy esti beszélgetésünkkor megemlítettem annak a délutánnak az emlékét. Anya félmosoljal a száján hallgatta, de idegenség fény lett a szemében. Amikor befejeztem, csak ennyit mondott kedves, de nem eljátszott közönnyel. Nem emlékszem rá. Ha mindenemet elvették volna, amit még tudatommal felfoghatok, az érzékeimet, a vágyaimat, a világgal szembeni kíváncsiságomat, abba nem haltam volna bele ennyire, mint ebbe a kurta mondatba. Mert mi másból is állunk, mint emlékeinkből és mi köt minket jobban e világhoz, mint azok, akikkel közösek az emlékeink. Attól a naptól kezdve elindult az ítélet végrehajtása annak a borzalmas magánynak, amit a sors mért rá. Úgy éreztem magam, mint akinek egy szadista elmebeteg szakszerűen levágja a végtagjait, megsüketíti, megnémítja és megvakítja, mesterségesen táplálja, és onnantól önöntestének börtönébe van falazva. Mindörökre. Van-e ennél elborzasztóbb állapot? Van. És ezt később tudtam csak meg. Tél közepén összefutottam Barnabással, ezzel a csöndes, jókedvű és kissé különs sráccal, aki az osztályban Péter után a legközelebb állt hozzám, és aki szimpátiával, majdnem vágyjal nézte négy esztendőn keresztül Péterrel való barátságomat. Alacsony fiú volt, akkora fejjel, mint egy hidroglóbusz. Vastag szája szinte kifordult fejéből, mint egy vágott seb. Lassan beszélt, sok iróniával, okosan. Mindig éreztem, hogy ez a nagyon okos fiú minden mondatomat és rezdülésemet tökéletesen érti. De nem érzi. Nem érezheti. Mert bár ott áll személyiségem, vagyis egy titok kapujában, a kulcsjukon át rá is vetődik valamennyire a belső fény, de nincs ereje vagy képessége ahhoz az utolsó mozdulathoz, hogy lehajoljon és belessen, vagy lenyomja a kilincset. A vágyai az én világon felé hajtották, de a rendszere alkalmatlan volt annak telepítéséhez. Nagyon fontos voltam neki, és ez majdnem kölcsönös volt. De ott volt a majdnem. Ezért nem lehettünk barátok. Elmentünk megnézni Greenaway új filmjét, a Prospero könyveit, aztán beültünk a művész kávéházba. Nagy hatással volt rám a film azt a világot vetítette vászora, amelyik bennem élt, annak eltolt dimenzióival és különös átmeneteivel ébrellétnek és álomnak. Amit láttam, az idegeimben élt tovább. Olyan volt a kettőnk közötti hangulat, amelyből nem lógott ki, hogy megpróbálkozzak összefoglalni számára a gondolataimat, és éreztem, hogy ezt várja is tőlem. Tudod, kezdetben irigyeltem azokat, akik tudatosan élik meg minden percüket, és nem hagyják, hogy az álom belehúzódjon az életükbe. Én végig álmodom az életet, és sokszor úgy érzem, mintha egyszerre látnék két dimenziót, mintha csak egy áttetsző tülfüggöny lenne kifeszítve a szemem elé, amelyikre egy filmet vetítenek, és az összemosódik a mögötte lévő világképével. És olyan illatokat is érzek, amelyek nem lehetnek fizikailag jelent. Ez sokáig zavart, hiszen olyannyira elzárt mindenkitől az osztályban. Mostanra ezt a féle kiváltságnak tulajdonítom. Igen, te mindig más voltál, kilogtál közülünk. Volt, aki ezért csodált, volt, aki lenézett vagy gúnyolt érte. Sokan nagyképűnek tartottak, de nem voltam az. Különsem. sem, csak egyszerűen másképp működtem. Másmilyenek voltak a vágyaim. Hiába voltam jó indulatú, hiába próbáltam segíteni másokon. Mindig csak hálátlanságot kaptam vissza, és ebbe egy kicsit belerokkantam. Ne csodálkozz a hálátlanságon, a legtermészetesebb emberi reakció. Ha valakin segítesz, és azt oldod meg helyette, amire ő már képtelen, egyúttal az erődet is érezteted felette, vagyis összerombolod az önbecsülését. A legtermészetesebb módon reagálhat csak rá, irigységgel vagy hálátlansággal. Az irigység gyakran szül bosszút, a hálátlanság inkább közönyös. De azért teszünk másokkal mégis jót, mert önzőek vagyunk. Mert mi érezzük ezáltal jobban magunkat. Igen. Pont ilyen egymásra utalt, hierarchikus és mégis perverz volt a viszony Péterrel. Péterrel? Igen, a Lugosi Péter. Egyszer majd mesél róla. Mennem kell, anyám nem tudja, hol vagyok. Majd hívlak. Jó lenne többször beszélgetni. Elviharzott. Ülve maradtam, és gondolkodni kezdtem. Amikor Péter nevét kimondtam, furcsa grimasszal nézett rám, amely már ismerős volt valahonnan. Mi volt ez a grimasz? Igen. Ugyanezt láttam Bencén, amikor néhány hónapja Péterről beszéltem neki. Talán Barnabás is rosszban volt vele az utolsó időben vagy ennyi kollektív árnyék maradt Péteren apja múltja miatt? Maradtam még, újságokat olvasgattam. Szia, Péter! Szia! Csak egy percem van, leülhetek? Képzeld, a Barbie összejött egy néger pasassal, tök a pasi neve, Zubunak hívják, és a két lábúja össze van nőve, mint a kacsának. Emese. -e. Egy-két hát. éve egy buliban ismertem meg, és az elborzasztó személyiségek prototípusának tartottam. Nem is a a taszított leginkább, nem az a divatnak beállított közönségesség és ápolatlanság, amelyel szinte kérkedtek a 90-es években a magukat korszerűnek mutatni akaró pesti álértelmiségiek. A legjobban az zavart, hogy ez a nő mindig egy szóval mondott csak többet az optimálisnál, mindig egy perccel maradt csak tovább, mint maradnia kellett volna és pont ettől a kicsitől zápult meg az egész, mint ahogyan egyetlen beledöglött légytől az egész kondér barack megromlik. Mindenki terrorizált a jóságával. Embereknek, akiket előző nap ismert meg, másnap már ajándékcsomagot kézbesítetett aranylánccal. Mindenütt ott volt, terjenget, mint valamiféle kóros sejtbúrjázás. Naponta kis cédulákat küldött postán ilyen szövegekkel, ne felejtsd el, rossz fiú, hogy jövő héten van anyukád neve napja. Aki csak kapott tőle valamit, őrjöngött és menekült előle. Nyíltan viszont senki nem küldte meg, hiszen kedvességgel terrorizált, s noha mindannyian éreztük magunkban romboló végcélját, az eszköz miatt nem mertünk szembeszállni vele. Az eszközzel szentesítette a célt. Ironikus azonban, hogy jó csaj volt, akinek soha nem volt senki. Csak a legkiejezettebbek dugták meg, aztán elfutottak tőle. Most is itt terjengett, teljes valójában. Csak egy percen van, mondtam, mintha ezzel is éreztetni akarná fontosságát, hogy őt mindenhol várják, és már le is ült velem szemben. És locsogott, megejtően értelmesnek tűnő mondatszerkezetekkel értelmetlenkedve. Sok lényegtelenséget általam ismeretlen emberekről, lapos helyzetekről. Csak hogy húzza az időt. Társasága olyan volt, mint a tengeri búvárkodás annak minden örömenélkül, ahol a mélységben a színek kezdenek eltűnni és fakóvá válni, és még az érdekesebb dolgok is elvesztik varázsukat. Már három perce mesélt nekem egy barátnőjéről, aki összejött valami néger pasival, és semmi a köbön, de mindez habosítva. A történetnek egyszerűen nem volt folytatása, de mégis folytatta. Ez a négy naposnak tűnő kis három perces etap elég volt hozzá, hogy felszökön a vérnyomásom és a menekülésem több Végnélkülpréselte Vég préselte szintelen szóáradatát, amelynek londoni ködében fuldoklottak a szavak te átmentek a rottar Képzeld, a Dodónak aznap jött meg a kis csivavája, amit rendelt. Emlékszel a Dodóra? Ki a franc az a rotter Dodó? És mit szekál engem ez a nő a hülyébbnél hülyébb történeteivel? És ekkor különös dolog történt. Egy pillanatra önmagammal néztem szembe a kávéház tükrében, és tetten értem arcomon azt a grimaszt, amit pár hónapja Bencén és néhány órával ezelőtt Barnabás arcán láttam. Minek a kifejeződése ez, amely annyira előtt arcaink szokásos mimikájától? Végig futtattam magamban az elmúlt öt perc beszélgetését, és egyszerre fénygyúlt agyamban. A grimaszt az általam ismeretlen Rotter Dodó nevének felemlítésekor vágtam. Miért fintorogtam ennek a Rotter Dodónak hallatára? Mert ismeretlennek tűnt számomra, de úgy éreztem, illetlenség ennek hangot adnom. Mert lehet, hogy mégis ismerem, ezért kínosan érintett. Nem szerettem volna lelepleződni, és a történetén mi hamarabb tovább akartam jutni s ha ennek a másodpercnyi lelki folyamatnak a vége ezt a grimaszt eredményezte. Lehet, hogy Bencében és Barnabásban is ennyire megkopott volna Péter emléke. A dolog valószerűtlennek tűnt, különösen Barnabás esetében, hiszen ő maga külön is jó viszony tartott fenn Péterrel, így alig, ha lehetett, hogy nevét már elfelejtette volna és bár igaz, hogy voltak olyan jelentéktelen emberek az osztályban, akiknek négy együtt eltöltött év után alig maradt emléke bennem, ez alig ha fordulhatott elő Péterrel, aki az osztályközösség egyik legmeghatározóbb személyisége volt. De már gyanakodtam. Oda mentem a kávéházi telefonhoz, és felhívtam Barnabás számát, amelyet elindulása előtt írt fel nekem egy papírra. Tessék, halló! Szia, Barni! Ne arra hogy zavarlak, de amikor itt voltál imént a kávéházban, és Lugosi Péterről beszéltem, egy pillanatra úgy éreztem, nem örülsz neki. Talán rosszban vagytok? Nem vagyunk rosszban, mert azt sem tudom, hogy kicsoda. <laughs> az osztálytársunk volt négy évig, és az én legjobb barátom. A mi osztálytársunk? Biztos egy évfolyamban jártunk vele, de én nem ismertem annyira a többi osztályt. Ne hülyéskedj, barni. Egy osztályban voltunk négy évig, te is barátkoztál vele, most miért szívatsz? Nem szívatlak, de tényleg nem tudom, hogy kiről beszélsz. Na mindegy, majd hívlak, köszi. Szia, és köszi még egyszer a mozit, meg a délutánt. Elképetten álltam a telefon előtt, de valamely bajós érzet ismét felvetette velem a telefont. Bence volt sorom. Tessék! Szia, Bence! Schwamberger Péter vagyok. Szia, ja, Peti, jó vagy? Igen, nem is akarlak zavarni, csak azt mondd el nekem, hogy még ma is tartod a kapcsolatot Péterrel. Milyen Péterrel? Közös osztálytársunkkal. Mármint veled? Tekintve, hogy te voltál az osztály egyetlen Pétere. Ne hülyéskedj már, Bence. Lugosi Pétert kérdezem. Lugosi Péter? Nem volt ilyen nevű osztálytársunk. De volt, és lehetetlen, hogy ne emlékezzél. Volt egy srác elsőben, akit kirúgtak és átment valamilyen szakközébe, de ha jól emlékszem, ő Ákos volt. Igen, szegvári Ákos. De nem róla beszélek, hanem arról a Péterről, akivel együtt jártunk négy évig. Meg én előtte is nyolc évig az általánosba. Akinek az apja felakasztotta magát. Felakasztotta magát? Igen, egy templom wc Értem. Egy templom wc Figyelj, Péter, te most vagy be vagy baszva, vagy beszívte, vagy csak hülyét akar csinálni belőlem. Bence, ez nem lehet igaz. Nem emlékszel Péterre? Nem, de ne haragudj. Most mennem kell. Ott álltam hát a mosdó bejárata és a telefon között, és nem hittem el, hogy ez velem történik. Elindultam anyámhoz. Rögvest az ajtóban üzenettel fogadott. Egy hölgy keresett, Lángi Éva. Kérte, feltétlenül hívd vissza. Ki az? Nem tudom, de azt mondta, jól ismeritek egymást. Ismerősnek tűnt a szám, amikor tárcsáztam. Andi vette fel. Szia, Péter, illetve jó estét. Ne haragudjon, hogy kinyomoztam a szülei telefonszámát. Beszélhetünk két percet? Parancsoljon. Tudja... Maga volt az, aki a legközelebb állt hozzám az utolsó években, még ha nem is tudta, hogy ki vagyok én valójában. Ezért illendőnek tartom, hogy elköszönjek öntől. Sokat jelentettek nekem azok az esti beszélgetések. Elutazik valahova? <laughs> Így is fogalmazhatjuk. Négy hónapja állapították meg, hogy bőrrákon van. Már a mindenhová átterjedt. Nagyok a fájdalmaim. Reggel fekszem be a klinikára, és saját kérésemre már holnap elkezdik a morfiumos kezelést. Onnantól fogva már nem leszek önmagam. És ma az utolsó este még szerettem volna elköszönni öntől. Egy hónapon van hátra, legfeljebb. Köszönöm önnek azt, hogy szerelmes lehettem az irántam érzett szerelmébe. Képtelen voltam megszólalni. Nyomasztóan szavam képtelenné váltam. Mit mondhatok egy haldoklónak, akivel ilyen furcsa és feszélyező viszonyom volt? Megérezhette a helyzet fonákságát, mert röviden búcsúzott és letette a telefont. Még elköszönni sem maradt idő. Ennyi képtelenség már sok volt egy napra. Hátradőltem egy széken, és elmeséltem anyámnak Andi történetét, hogy osztozva a történteken levezessem roppant feszültségemet. Hallgatta. És annyi év után éreztem, hogy meg is hallotta azt, amit mondtam neki. Tudod, Petikém, ennek az egész furcsa történetnek a kulcsmondata az utolsó volt, hogy miután megtudtad az igazat, még mindig szerelmesnek érezted magad Andiba, aki nem is létezik. Igen, én is 30 éves korom körül jöttem csak rá, a szerelem bennünk lakik. Egészen lényünk kezdete jóta, mert soha nem egy magas férfit vagy egy szexis nőt képzelünk el valójában, amikor az ideálunk felől faggatnak. Ez csak a szexusnak jelent valamit, hanem egy hangulatot, amelynek letéteményese csak egyetlen ember lehet a földön. Persze semmiféle tapasztalat nem utal rá, hogy ez az ember valójában létezik, de az első szerelem érzésével belekezdünk a világ legreménytelenebb mozizásába a bennünk élő képet próbáljuk rávetíteni azokra a szerencsétlenekre, akiket elénk sodor a sors. És függően attól, hogy az illető milyen filmvászonnak bizonyul, hosszabb, rövidebb ideig futtatjuk rajta a filmet, és elhisszük, hogy a film ő maga. Aztán egy napon rájövünk, hogy ez a szemölcs nem a főszereplő orrán van, hanem csupán a vászon rücskös. És innentől kezdve naponta veszük észre a vászon hibáit mindaddig, amíg egy napon kimondjuk. További vetítésre alkalmatlan. A helyzetet pedig azt teszi tragikomikussá, hogy mindeközben ő is vetíti rád a filmjét, ő is végigjárja ezt a káváriát, és így lesz az ember egyidejűleg kritizáló nézőből kritizált vászon is. Szia, anya! Majd jövök holnap. Szia, Petikém, aludj jól! Jaj, még azt akartam elmondani, képzeld, ma beszéltem két régi osztálytársammal, a Bencével és Barnabással, és egyszerűen nem emlékeztek Péterre. Milyen Péterre? Jaj, anya, ne kezd már te is. Vajon milyen Péterre? Hát a Lugosira. Milyen Lugosi Péterre? De anya, ne csináld már! Kezd ez az egész egy nagy kollektív átbaszásnak tűni, hát Zsolt bácsi és Krisztina néni fiára. De Peti Kém, Péterre te sem már? Miről beszélsz? Olyan sok idő ez a fél év, amióta elment? Fél éve, hogy elment. Peti. Peti Kém, Lugosi Péter tizenkilenc éve halott. Három hónaposan halt meg műtét közben. A kurva életbe, anya, ha nem akarod, hogy most kifussak egy kocsi elé, kezdjük előről az egészet. Te azt mondod, hogy Zsolti bácsinak és Krisztina nénének a fia meghalt három hónapos korában? Igen. És másik fiúk, akit Péternek hívnak, nem született később? Soha nem született másik gyerekük. Anya, kérlek, ne szórakozz, mert mindjárt elbőgöm maga. Petikém, kérlek, nagyon őszintén mondd el, Szoktál drogozni? De, de szoktam, de ennek semmi köze nincs ez az egészhez. Egyszerűen eltűnt valaki, aki élt, és senki nem emlékszik rá. Olyan migrén tört rám, hogy összehánytam a fürdőszobát. Ő belém nyomott egy injekciót, és többre nem is emlékszem. Másnap már kora hajnalban felébredtem. Kinéztem az ablakon, a város koszosan és szürként tápászkodott. Még mindig kába voltam, és csak lassan kezdtem el emlékezni az előző nap történéseire. Egyszerre csak kopogtak. Anya állt az ajtóban. Peti Kém, még este, amikor már aludtál, felhívtam egyik egyetemi professzoromat, Markó doktort, aki nagyszerű pszichológus. Ma délelőtt vár téged, és nagyon szeretném, ha elmennél hozzá. Szívesen át is kísérlek. Lent lakik, és rendel a vízivárosban. És kérlek apádnak egyelőre, ne említsd ezt az egészet. Ha a tegnapi délutánig anyám bármikor is felajánlotta volna a segítségét ilyen dolgokban, vagy csak egyszerűen beleavatkozott volna privátnak hit szférámba, határozottan visszautasítottam volna őt. De most... A szellemi katasztrófa szélén nem volt más választásom, és kívántam is a jelenlétét. A történések túlnőttek mindkettőnkön. Rábólintottam. A reggelem azzal telt, hogy régi családi képeket keresgéltem a rendrakás látszatával, mert kezdtem nagyon kínosnak tartani ezt az egészet. Egyetlen képen sem volt rajta Péter. De hát ez nem is jelentett semmit, hiszen legtöbbször ő ajánlkozott, hogy lefotóz bennünket drámai rendszer zavar keletkezett bennem. Mert olyan már történt, hogy drogos állapotban megálmodtam valakit. Sőt, voltak álmaimban vissza-visszatérő személyek is, akik a valóságban nem léteztek. De mostanában nem szívtam. Tiszta voltam, és különben is. Mi fajta képtelenség ez az egész? Egyetlen megváltás látszott csupán. Sodortam egy cigit. A pszichológus kedves, és rendíthetetlenül középszerű alak volt. Pici lakásban lakott a kapucinusok melletti utcában. Roppant rendetlenség és kosz volt nála, az előszobában orfacsaró bűz. Rothadó hagyma keveredett valamiféle vegyszernek a kipárolgásával, amit minden bizonyal fotózáshoz használhatott, mert több papírkép nagyító porosodott a szekrények tetején. Most már emlékeztem rá, Egyszer, amikor anya kisebb koromban elvitt valahová, találkoztam vele. Akkoriban mesélte róla, hogy Markó professzor ugyanebben a lakásban lakott együtt feleségével, egy bécsi vénci pirtjóval, és délutánonként ugyanitt tartott, nem kevés pénzért, magán előadásokat akkori és már végzett tanítványainak. Az összejövetelek alatt a felesége rendszerint elvonult a kis szobából nyíló, bársony függöny mögötti hálófülkébe, és ott olvasgatott a fiatal kollégák legtöbbször nem is találkoztak vele. Egy délutáni előadás alatt valamelyik fiatal orvos spontán szójátékba keveredett az öreggel, a többiek felnevettek, az öreg is, de azért rosszalló csitító mosójal ennyit mondott. Uraim, kérem, legyenek egy kicsit csendesebbek, a feleségem a hálószobában van felravatalozva. És tényleg így volt. A nő aznap délelőtt rosszul lett, meghalt, de a délutáni magánóra kezdetéig nem vitték még el a hullaszállítók, ezért az öreg egyszerűen behúzta a bársony függönyt és megtartotta az órát. Nehogy egy fillérrel is kevesebbet keressen. Bár nem vártam semmit ettől a találkozástól, ám ennél nem is kaptam kevesebbet. A professzor röviden beszélgetett csak velem. Olyan látványos egyetértéssel hallgatta történetemet, amit frissessége okán megfogalmazni is alig tudtam, hogy kinyílt a bicska a zsebemben. Elelkapta némely mondaton végén az utolsó szót, és együtt mondta velem. De látszott rajta, hogy ez a megértés csupán tettetett, és az utolsó szavak velem együttmondása szimpla trükk milyen nagyon is beleéli magát helyzetembe általában véve olyan jó indulatú mosolyjal hallgatott, mintha naponta keresnék őt fel fiatal urak, hogy elmeséljék, egy barátjuk eltűnt az emberek emlékezetéből. És eljátszott megértésének alján érezhető volt roppant türelmetlensége. Miért is kell ő neki, a Pesti Orvos Egyetem nagyhírű professzorának elviselni, hogy ez az alak csak úgy rátörjön délelőtt, és előző napi belővésének vízióival traktálja. Néhány percig hallgatta mondandómat, majd hirtelen közbevágott. Minden bizonyja letelt az egybeteg hülyeségére szánt ideje. Szabatos, puhaságában is megalázó és összeszedett mondandójában tulajdonképpen igazolta mindazt, amit odáig sejtettem velem kapcsolatos elképzeléseiről. Látszott, néhány tucat panel van csak az agyában, amelyekből felületes emberismeretével egyet-egyet ráhúz aktuális betegére, és nosztradámuszi köntörfalazással, sokat sejtető mosolyokkal próbálja elfedni érzéketlenségét. Mert nem tudatlan volt, bizonyára rengeteget tanult. Csupán érzéketlen maradt az emberi anyag iránt. Mivel metakommunikációmból biztosan leszűrte megvető elutasításomat, olyan elámnal győzködött, mint a férfi, akit egy nő eltol magától, mert az kopasz és fogatlan, ám ő mégis szapor a szóáradattal próbálja bebizonyítani, hogy igenis sok haja van és dús fogazata. Egy óra múlva eljöttem. Ennyit töltöttem el ismét az emberi középszerűség kínai nagyfala előtt. A fű hatása lassan kezdett kimúlni belőlem. Átgyalogoltam Pestre, és leültem a korzón egy padra. Foglaljuk csak össze. Mi is történt velem? Volt valakim, aki személyiségével itt él és lüktet még bennem, míg nem egy átkos pillanatban mindenki másnak kitörlődött az emlékezetéből, és a kezdeti jelek arra utalnak, hogy nem csupán az általános emlékezetből, de a múlt emlékeiből is. Vagyis most először és bizonyíthatóan az a Winchester, amelyik az én agyamban lüktet, tartalmaz egy olyan nevet, amely másokéban nincs jelen, önmagával együtt eltüntetve minden tárgyi bizonyítékot is, amely egykori létezését bizonyíthatná. Vagyis először vált rendszerem teljes mértékben elkülönülté a világ központi rendszerétől. Ez az egyik magyarázat, a másik az, hogy szintisztán megbolondultam. Rendszerem meghasadt, és beleintarziázott a múltba egy személyiséget, az egykori cselekmények minden pontján méltó helyet biztosítva neki. De mindeközben itt vagyok a korzón. A madarak őrjöngenek felettem a fákon, emberek sétálnak mindenféle kutyákkal, és öt percenként áthasít előttem a kettes villamos. Az egész helyzet legtragikusabb felismerése a magány volt. Ez az első olyan helyzet az életemben, amelyben feloldhatatlanul magamra maradtam. Mintha csak olyan betegségem támadt volna, amely senkinek sem volt még. Nincs rá ír és tapasztalat, s bár én vagyok a gyógyítandó, de egyben a kísérleti állat is. Délután megint hazamentem anyához. Kínosan hallgattunk a történtekről. Anya lényegtelen dolgokról mesélt, többnyire apámmal való viaskodásairól. Képzeld, Flőlik néni haldoklik. Egy hete van bent az ülői úti klinikán, és azt mondják, már csak napjai vannak hátra. Bemehetnél hozzá, hiszen annyira szeretett téged. Most is olyan zavaros, mint régen volt? <laughs> Emlékszem még a szekrényes történetre? Erről rajta, de érezni lehetett a nevetés alján lapuló feszültséget mintha itt is hulla lenne felravatalozva a szomszéd szobában. Vajon mit gondolhat most rólam anyám? Még egyszer felhozta, hogy látogassam meg Frölich nénit. Eszembe jutott Péterrel is többször beugrottunk az öregasszonyhoz, és nagyokat mulattunk rajta. Talán mégis be kellene menni hozzá. Hát ha ő, aki annyira nem világban élt, emlékszik még látogatásainkra. És itt, ezen a ponton meg kell egy kicsit álljak történetemben. A hallgató számára, aki még soha nem élte meg a maga saját életében az abszurd megjelenését, bizonyára kezdenek hiteltelenné válni szavai. S valóban, józan emberi reakciók szerint, akivel ilyesmi történik, azonnal meg kell, hogy bolonduljon, vagy legalábbis ki kell ugrani az ablakon. Azok azonban, akik már éltek meg hasonló helyzetet, tudják, hogy a dolgok a valóságban másként működnek. Mert a körülöttünk lévő megszokott világ unalmas és közönyös hömpögése nem ad hozzá megfelelő közeget, hogy shakespeare főhős módjára tébolyogjunk. Már régen is úgy éreztem, a valóságban Júlia sem döfte volna le magát. Ez a megoldás igaz lehet a színpadon, de hamis a valóságban. Az élet, mint valamilyen koszos és rosszindulatú óceán, körbeveszi a benne vergődőt a vízközeg ellenállása lassítja annak kapálódzását mindaddig, amíg a spontán indulatok lanyhulnak, és a riadalmat valamilyen szürke és zsibbasztó közöny váltja fel. Mi magunk is az óceán részévé leszünk. Mert tanulunk a társadalomtól viselkedés mintát arra az esetre, ha elhagy a kedvesünk, ha becsapnak az étteremben, vagy ha haldoklik az anyák. De arra nincsen recept, hogy mit kell tennünk, és kihez kell fordulnunk, ha valaki ilyen módon tűnik el a múltból. Veszíteni való már nincsen. Elindultam az öreg asszonyhoz. A kórház az ülői úton egyike volt a régi klinikai negyed klasszikus épületeinek. Vörös kőtéglás épület, impozáns kapuk, hatalmas kongó folyosók. Látszott mindenki, aki itt van, jelmezt visel kínosan összeválogatott pizsamák, rosszul viselt hálóingek, ezek teszik ki a szenvedés nagy csarnokának egyenruháit. Az a lengeség, ahogy a legtöbben otthon alszunk, túlon túl személyes lenne az itteni kényszerű együttéléshez, és azok a ruhák, amelyeket a társadalom köztérre szocializált, alkalmatlanok a kórházi léthez. A kettő közötti keskeny mesgyére egy idejét múlt viseletet, a csíkos pizsamák és a hosszú hálóingekkel légtárát fogadja csak el az emberi közösség. Mint ahogy a zeneakadémiai koncerteken is frakban illik fellépni a muzsikusnak. No, a normális ember már az élet semmilyen egyéb pillanatában nem viseli ezt a vicces és anakronisztikus kabátkát. Frölich néni egy hatalmas korterem ablak melletti ágyában feküdt. Nem volt rajta szemüvege, és protézise sem volt a szájában. Mindez újszerűvé és ijesztővé tette. Félmagasan volt felpolcolva a fejes, a szemközti fal egy darabját nézte mereven, mint valami öreg zsándárk, aki a hangokat hallja. Azt hittem, már beszédképtelen. Mellette egy öreg pap gubbasztott, és a breviáriumát olvasgatta. Az éjjeli szekrényen krizantém csokor hervadozott egy befőttes üvegben. Leültem mellé. Az öreg asszony ápolt, de meglepően hatalmas, csontos kezével megfogta az enyémet. Beszélgetni kezdtünk. Úgy tűnt, hogy tudata néha percekig tiszta, majd néhány másodpercre elborul, és elkezd össze-vissza beszélni. Most láttam először igazán őszintének életemben és ebben az őszinteségben is benne volt valami különös misztikum. Már nem játszott rá. Tudott egy titokról, de a titkot magát nem ismerte. Ezt cicomázta egy életen keresztül, mert talán azt remélte, a sok hűhó egy napon látni engedi számára a lényeget. De a minisztrásból nem lehet pap. Más rendbe tartoznak. Ezért már nem is annyira neki, mint inkább önmagamnak mondtam fel az eseményeket. Az öreg asszony a plafont bámulta, és néha erősen megszorította mindvégig kezében tartott kezemet, de amennyire észrevettem, ezek a szorítások nem a történetnek szóltak, nem is nekem. Az önmagában pergő belső mozit figyelte már csak. Egészen bealkonyodott közben. Búcsúszkodni kezdtem, amúgy is eljött az esti vizit ideje. Az öregasszony hálálkodva csókolta meg kezemet. Arcára már rátelepedett a haldoklók kifejezéstelensége, izmai elernyettek. Ahogy fölé hajoltam, kezével lágyan megérintette arcomat, és nyöszörgősen elhalóan kérdezte. És mond Margitom, te is szereted a krizantémokat? Szépek is nagyon, az emlékek fejét oldalt fordította, és hosszasan nézte a virágokat. Valamiféle torsz félmosol suhan még végig az arcán. Szegény már félre beszélt. Margitka a nővére volt, gyerekkoromban találkoztam vele, vagy húsz éve halott volt. Kiértem az udvarra. Néhány lépést tettem csak meg, amikor az idős pap, aki az ágy mellett gubbasztott, mellém lépett. Bocsásson meg, hogy megszólítom. Megtehettem volna már oda bent is, de miután a sors akaratlanul is belesodort hallgatóként engem az ön életébe, a hallottak nyomán úgy érzem, nem tehetem meg, hogy ne beszéljünk néhány percet. Schwamberger Péter vagyok. Schwamberger. Nos, én pedig Kirchmeier Albin áldozár vagyok, ennek a kórháznak a nyugalmazott lelkésze. Egy ideig némán sétáltunk egymás mellett. Magas szikár alakjának görnyedsége ellenére is kölcsönzött egyfajta arisztokratizmust, roppan nemes fejalkata, mintha csak egy 18. századi festményről nézett volna rám. Keskeny arca volt, furcsán előre csücsörítő szája, ördögi, dúsan ősz szemöldöke, és szarvszerűen két oldalt megemelkedő haja. Reverendáját fekete posztóköpeny takarta, nagy abbék alapját a kezében tartotta. Talán megharagszik a kérdésre, de ismertem egy urat, aki szintén Schwamberger volt. A Dohány utcai zsinagóga előjárójaként működött a 30-as években. De a déd nagyapám volt. Ó, oh, akkor nyíltabb lehetek önnel, mint a legtöbbekkel. Tudja, én is zsidó származású vagyok, de érettségi után kikeresztelkedtem és beiratkoztam a szemináriumba. Az öcsém, Sámuel, rabbi lett. A zsidó vallás valahogy soha nem elégített ki. Mindig úgy éreztem, hogy a zsidóság tud Isten létezéséről, de nem hisz benne. Persze, csak az idealizmuson vezetett. A katolicizmuson belül sem találtam meg azt a mély lelki Isten közösséget, amelyet a középkori liliomos szentek legendái alapján reméltem. Valahogy elbújik már korunkból az Isten, és akik a nevében tesznek, vesznek, sokszor inkább a hagyomány, mint a hitük nevében cselekszenek. Ráadásul mindig is nagy volt az egyházon belüli vallási antiszemitizmus. A kereszténységnek kezdet óta volt egy áramlata, amely a zsidóságot tette felelőssé Krisztus haláláért, és minden zsidót Istengyilkosnak tart. Az én fiatalságomban ők domináltak az egyházban, így én nem is jutottam nagyon feljebb a hierarchiában, de nem is vágytam rá. Nem szabad túl magasra mászni, mert az Isten néha megrázza a fát. Később aztán egyéni teológiai nézeteim támadtak, és bár nagyon kevesekkel osztottam ezt meg, mégis elszigetelődtem. Mióta dolgozik itt? Szerencsére pártfogómakat Serédi Bíbornak személyében, és ő, hogy megvédjen a támadásoktól, még 1942-ben ide helyezett kórházi lelkésznek. Erre a szűkös kis díra persze senki nem féltékenykedett, hisz kit is zavarna egy haldoklók motyogását hallgató szegény kis papocska. A kórház 1946-ban kinevezett igazgatója kommunista voltám, de ember és kegyeletből megtartott engem. Igaz, hivatalosan nem lehetett meghagyni a lelkészi státuszt, így 1990-ig pszichológusként voltam bejelentve, azóta pedig egyszerűen el is feledkeztek rólam. Idestava 50 esztendeje itt lakom egy kis szolgálati lakásban, és olyan öreg bútor vagyok, hogy már a tolni sem érdemes. Egész életemben csak megtűrtek, de ugyanakkor szellemileg független maradhattam, külön utassá váltam a teológiámmal. Olyan dolgok kutatásával foglalkoztam, amelyek akár hivatásos paranoiást is torzíthattak volna belőlem. És mi az ön teológiai meggyőződése, főtisztelendő úr? Jó, hogy ön nem hívő katolikus, vagy legalábbis remélem, hogy nem az. Különben rögvest feljelentene engem Ratzinger bíbornoknál. Nagyon szélsőséges dolgokban hiszek, vagyis inkább nagyon is zsidó módon gondolkodom, és tényszerű vagyok. Véleményem szerint Jézus nem halt meg a kereszten. Olvassa csak el a legtárgyilagosabb evangéliumot, már két. Néhány momentum feltűnhet önnek a figyelmes. Jézust három órakor feszítették a keresztre. Hat óra múlva meghalt. Mivel a készület napja következett, József, a nagy tanács tagja, aki Jézus titkos tanítványa volt, elment Pilátushoz, hogy elkérje a testet. Pilátus érezhető szkepticizmussal megkérdezte egy századosától, már meghalt volna. Ugyanis a kereszt halál ennél sokkal hosszabb és kínosabb folyamat volt, s a helytartó tudta ezt. Leszették a keresztről, és elvitték József sziklasírjához. Aztán eljön a vasárnap. Mit is ír az evangélista? Mária Magdaléna, Mária, Jakab anyja és Szalomé hajnalhasadtakor odament a sírbolthoz drága olajokkal, hogy bebalzsamozzák, és a temetésre előkészítsék Jézus testét. Útközben még tanakodtak is rajta, hogy ki fogja arréptolni nekik a sírbarlangot fedő hatalmas követ. Ám azt elhengerítve találták. Ben egy fehér ruhás ifjú ült, aki így szólt hozzájuk. Ne féljetek, ti a megfeszített názáreti Jézust keresitek, de az feltámadott és nincsen itt. Vagyis szó sem esik a többi evangélista csodákat gyártó túlzásairól, a máténál olvasható, hófehér ruhájú, villámló tekintetű, röpülő angyalról. Nem. Csak egy egyszerű, fehér ruhás fiatalemberről szól Márk, amely szín nem a fiú angyalságát, hanem korát volt hivatva meghatározni. A nagykorú lett férfiak ebben a színben jártak hagyományosan. Vagyis a valóság sokkal egyszerűbbnek tűnik. Jézus a megfeszítés előtti ostorozások hatására igen gyorsan sokkos állapotba került a kereszten, így a kínoktól megszabadító eszméletvesztés előbb következett be, mint a többieknél. Az ott áldogálók ezt a halál beáltának vélték. Pilátus csodálkozása érthető. Majd leszedik Jézust a keresztről, elviszik a sziklas felé, és eközben jönnek rá, hogy még él. József gyorsan döntött, a dolognak titokban kell maradnia. Jézus a kikényszerített pilátusi ítélettel a római birodalom hivatalos ellenségévé vált, de jóre. Ha rájönnek, hogy túlélte a kivégzést, körözni kezdik, kézre kerítik, és másodjára bizonyosan megölik. Igen, úgy hiszem Jézust egyszerűen elrejtették ezután, és talán meg is szöktették Palesztinából. Nagyszerű gondolkodó volt, igazi reformrabbi aki lenyűgöző pszichológiai érzékkel és karizmával tudott beszélni, és mélységesen hitt Istenben. De nem gondolom, hogy Isten fia lett volna, vagyis nem jobban, mint bármelyikünk. Látja, ez a gondolkodás félutas a zsidóság és a kereszténység között. Az egyiknek túl sok, a másiknak túl kevés. Furcsa dolgokat mond, de az újragondolás lehetősége már bennem is megfogalmazódott, amikor elolvastam Borhez három júdás változatát, amely szerint a megváltó tulajdonképpen az addig árulónak vél tanítvány. De jó, tempora omores. Volna kedve egy teát meginni velem? Szimpátiát és bizalmat kezdtem érezni az öreg papíránt. Furcsán fogalmazott, de már tudtam, hogy nem bolond és hogy ő sem tart bolonnak annak alapján, amit Frölich néni ágya mellett mondtam. A kórház nehezen megközelíthető torony szobájában lakott, egyikben azok közül a furcsa pesti tornyocskák közül, amelyek már gyermekkoromtól fogva izgatták a fantáziámat. A szoba szűk volt, de barátságos. Három kerek kis ablakon lehetett lelátni a szürkülő Ferencvárosra. A falak polcain tonna szám zsúfolódtak a könyvek. A legtöbb latin és gótbetűs német kötet volt. A könyveken kívül csak két foszlókócú angol klubfotel és egy heverő volt a szoba berendezése. A kis rezsón az öreg teát kotyvasztott. Ihatatlansága ellenére is kezdtem egyre otthonosabban érezni magam. Vajon miről akart beszélni velem? Ugye nem haragszik, ha halkan Gregorián zenét hallgatunk, a legszebb, a legtisztább zenéje a világnak. Tejszínnel vagy citrommal is a teát? ha lehet. Azt mondta az imént, hogy szeretne hozzáfűzni valamit ahhoz, amit a korteremben mondta. Igen, és előre kell bocsátanom, én nem tartom önt sem elmebetegnek, sem képzelgőnek, sem pedig hazudozónak annak alapján, amit elmondott, még ha mások ezt is hiszik önről. Talán különös a mi véletlennek tetsző találkozásunk, de én pontosan ezt kutatom ötven esztendeje. Az eltűnt lelkek titkát. Ne higgye tehát azt, hogy megbolondult, és azt se, hogy egyedül áll ezzel a képtelennek látszó történettel, bár az is igaz, hogy ritka egy jelenség. Hogy tűnhet el egy ember? Fiatal ember, én csupán annyit mondtam, hogy ezt kutatom, de a magyarázatát még nem találtam meg. Összesen talán egy tucat ilyen esetet dokumentáltak az elmúlt évszázadok során, de az esetek olyannyira hasonlóak, hogy egy kis csoport, nevezzük szektának, elkezdett foglalkozni velük. Első vezetőjük Kájus Néposz volt, aki a pusztuló félben lévő Rómában élt. Sajnos az az időszak egyike az emberiség legzavarosabb korszakainak. A gyengülő birodalomban milliónyi gyülevész szekta élt, akik Kis-Ázsiától Észak-Afrikáig mindenfelől özönlöttek a fővárosba. A régi hatalomnak már, a kereszténységnek pedig még nem volt ereje velük szemben. Szemfényvesztők, csalók, tűzevők, kóbor proféták lepték el az egykori gyönyörű utcákat, keleti zsibvásárt csináltak a márvány épületekből, és már alig hallatszott tiszta hang, illetve amíg hallatszó tiszta hangokat is alpáréri csaj torzította el. Minden fortyogott és tülletten gőzölgött, a szélhámosok paradicsoma volt ez. Ebben a korszakban írta meg a mi néposzunk a maga metamorfóziszát, amelyről oly kevéssé lehet tudni, mennyiben alapul tényeken és mennyiben a képzelgésen. Halála után szektája elkomolytalanodott, de mindig éreztem, hogy benne minden exhibicionizmusa és kóklerkedése ellenére valóságos titok lappangot, amit ő ismert, vagy legalábbis nagyon sejtett. Miről szól a metamorfózis? Tulajdonképpen arról, hogy van egy minden földi kínnál és pokolbeli szenvedésnél rettenetesebb állapot, az úgynevezett erakleum, amely a lehető állapotok legborzalmasabbja. Egy általunk ismeretlen erő valamilyen, számunkra szintén ismeretlen ok miatt időről időre kiragad egy embert közülünk a maga teljes testi, szellemi és emlékbeli valóságából, mintha csak egy titokzatos fekete lyuk nyelné el. Ám nem elég, hogy az illetőnek eltünteti földi létét és emlékeit, de valamely meghatározhatatlan állapotban életben tartja őt és tovább kínozza. A hagyomány szerint az illető olyan dimenzióba kerül, ahol a legszörnyűbb magány vár rá, és miközben felfokozzák a szeretet iránti vágyát, minden jó érzést elszívnak mellőle. A régi egyiptomi papok ismerték állítólag az Erekleum titkát, vagy legalábbis tudták, hogyan kell használni. Mert valami miatt kell neki a szenvedés, mintha ezt táplálná, mintha ebből élne emberi logikával nem kikövetkeztethető időpontok szerint ugyanis újabb és újabb áldozatot szed, de úgy hiszem az ókori papok sem ismerték a pontos működését. Csak valahogy célzottá tudták tenni ellenfeleiket. És még leírt valamit Kájusz Népusz. Azt, hogy valamiért mindig meghagyja egy, nagy ritkán két ember emlékezetében az eltüntet ez az ő általa ismert esetekben bizonyíthatóan így volt. Nem lehet tudni, hogy ezek a hátra maradó emlékezők az eszközei vagy áldozatai a rendszernek. De akármelyik is, mindkettő egyaránt elborzasztó állapot. És befejezésül hadd tegyem hozzá, arról is mindig gondoskodik az Erekleum, hogy a visszamaradó emlékező valakitől megtudja e sötét hatalom titkát. Ezért hát ne tartsa, véletlennek mai találkozásunkat. Jaj, drága fiatalember, bár ne így kellett volna találkoznunk. Isten, ha van még egyáltalán, legyen irgalmas Önhöz. Mondja, honnan volt Kájusznak tudomása arról, hogy milyen körülmények között vannak az eltűntek? Valahogy mindig megtalálja a hatalom a módját, hogy ezt tudassa de erről nem beszél világosan a szerző, csak sejteti, hogy már ennek a közlésnek a módja sem a legírgalmasabb. Érdekes, de sokkal jobban éreztem magam. Régi képlet. A biztosan tudott halálos ítélet könnyebb, mint a kegyelemre való várakozás. Rémes helyzet, de mindenképpen helyzet, a korábbi képlékeny és sunyi lebegtetéshez képest. Az öreg hosszan szorította a kezem, majd magához húzott és átkarolt. Tudtam, hogy egy napon találkozni fogunk. Viszontlátásra, főtisztelendő úr. Kérem, ne mondja nekem, hogy viszontlátásra. Bármennyire is szimpatizálok önnel, küldetésem lejárt, és nem hiszem, hogy lenne még dolgunk egymással. Nem hoztam jó hírt az életébe, és nem is várom, hogy szép emlékei legyenek a mai estéről de fogadja plátói barátságomat, ha már a valóságosnak lehetőségét keresztül húzta a sors. Lassan bandukoltam hazafelé. Átgyalogoltam Pesten és a Lánchídon. Már természetesnek éreztem, hogy ezeket a napokat otthon töltöm. Nem vártam anyámék megértését, hiszen hogyan is érthetnék meg a megérthetetlent. De mégis közelségük valamilyen enyhülést nyújtott. A legközelebbi bolygók voltak ebben az egyre ellenségesebbnek tetsző univerzumban. Aznap este fedeztem fel bennük a tapintat roppant ajándékát. Maguk között kíméletlenül marakodtak, sokszor kis stílűen is, de hisz mit étje volt annak. Most viszont érezték, hogy nagy a baj, s bár ők egészen máshol hitték-e bajt, mint ahol az húzódott, de tapintatuk gyógyír volt a kiábrándító valóságra is. Éreztem, rendszerem kezd eltávolodni Pétertől. Személye egykori gondolatai egyre idegenebbül hatottak számomra, noha változatlan volt a szimpátiám iránta. Valahogy a szenvedély kezdett megkopni. Vajon mi tette ezt? Ösztönös önmentés az érzelmi katasztrófa előtt? Az érzések elfásulása? Ki tudja. Sok hónap telt így el. Már benne voltunk a következő nyárban. A Balatonon összejöttem egy lányjal, Olgával. Idegenkedtem a nevétől, csak úgy, mint testétől. Anyja, a neves művészeti publicista érthetetlen lila írásokat közölt mindenféle köztámogatással vegetáló kékharisnya magazinban, melyeket a szűken szakmán kívül ember nem olvasott. A mama nagy darab lompos nő volt, akárcsak egy palackját vesztett Jean általa ismertem meg a művész és a közönség közé ékelődő réteg jellegzetes típusát, az úgynevezett művészet magyarázót, amelynek nem állt érdekében egymáshoz közelebb vinni a két tábort, hiszen a modern művészeteknek a közönség számára való ideológizálása volt egyetlen bevételi forrása. Ebből viszont pompásan megélt. Kezdetben nem tudtam, mi zavar Olgában, akit számomra tűrhetetlen neve miatt már a második naptól Ferikének szólítottam. Állandóan magas sarkú szandálokban és testére tapadó ruhákban járt, noha korcs és jelentős hájhurkái voltak. Nem is járt, sokkal inkább vonaglott, mint egy bőrétől megszabadulni nem tudó kígyó. Minden mellett viszont készfogása olyan volt, mint a lángépgyár nagysatujának ölelése. Ennek az első látásra tulajdonképpen nőiesnek tűnő viselkedésnek titka csak később lepleződött le számomra, amikor kezembe jutott egy régebbi családi videókazetta, amelyen farmerban, pólóban, edzőcipőben és baseball sapkában tollasozott. És ha nem is volt szebb, de legalábbis természetesebb. Egy közös ismerősünk mesélte el, Olgát az apja szinte fiúnak nevelte, és soha nem bocsájtotta meg feleségének, hogy lány szült neki. Amikor Olga 18 éves lett, lement az egyik pesti melegbárba, és beleszeretett a transfesztita a tulajdonosba, akit viszont zavart, hogy ha valakit nőnek teremtett a sors, akkor miért nem nőies? elkezdte visszanevelni nővé, ám mivel önmaga is nőimitátor volt, Olgából nem nőt, hanem tulajdonképpen egy meleg fiút faragott. Vagyis kétszeres fordítású lett a viselkedése, lány volt, aki egy lányt imitáló fiút játszik. Valamiért mégis szerettem vele lenni. Volt valami nyers szellemesség a viselkedésében, amelynek legtöbbször nem is volt tudatában. Alig volt kedves valakivel, de nem haragudtak rá ezért az emberek. Néhány hónap alatt nyilvánvalóvá lett számomra. Személyisége legmélyén egy űzött. Szeretni és a szeretetet adni is tudó riad kis lény húzódik, akit teljesen elborítanak saját komplexusai, amelyeket a szeretet nélküli, rideg családi közösség fájdalmas örökségeként hurcolt. Ugyanakkor roppant rátarti volt a családra anyja műveltségéről és írásainak zsenialitásáról olyasfajta evidenciaként nyilatkozott, hogy aki őt hallgatta, úgy gondolhatta. A mamához képest Thomas Mann szájából csak a szotyipörög a telekitéri piacon. Ha támadottnak hitte magát, előre menekült. S jó stratégiai érzékkel úgy állította be a helyzetet, hogy a támadó csak hamar úgy érezte, vele szemben ez a lánya jobb házból való műveltséget – egy megközelíthetetlen felsőbb szellemi kaszt véleményét képviseli, amivel már csak vitatkozni is azonosulást jelent a bárdolatlansággal és a műveletlenséggel. Valójában ez csak vetítés volt. Retteget bármifajta megmérettetéstől, mert könnyen kiderülhetett volna hézagos műveltsége. Ezért is hazudott maga mögé hátországot. Ha valamely szellemi ember szóba került, legtöbbnyire rögvest becsmélőleg nyilatkozott róla, érzékeltetve ezzel, ismeri az illető munkásságát annyira, hogy lényegébe hatolva tudja azt kritizálni. És ez hatásosnak bizonyult. A legtöbben már ezen a ponton visszavonulót fújtak, és belenyugodtak az alárendeltségbe. Egyetemista volt ő is, szociológiát tanult, és anyjához hasonlóan roppant komplikált, Idegen szavaktól hemzsegő cikkeket publikált egy hosszú évek óta agonizáló napilapba. Ha azonban ezeket a cikkeket valaki lefordította volna magyarra, banalításuk okán még egy üzemi fali újságon sem állták volna meg a helyüket. Volt a Pozsonyi úton egy kis lakása. Itt éldegéltünk akkoriban. Ismerte a szuverenitás iránti mérhetetlen vágyamat. Nem is nagyon szólt bele külön útjaimba. És látszólagos lazasággal valójában összeszorított fogakkal viselte el, hogy mindenkivel szívesebben feküdtem le, mint vele. Egy kis gardrób szobát rendezett be nekem. Nem szólt bele az életrendembe. Esténként néha beültünk valamelyik környékbeli kávéházba, és együtt olvasgattuk az újságokat. A következő tavasszal felszabadított biztosítási pénzemből megvettem életem első autóját, egy húsz éves mercedes -t. Élveztem a szabadságot, hiszen a Péterrel eltöltött utolsó nyáróta Pesti pincebogárrá lettem. Ha volt két szabad órám, hónom alá csaptam egy könyvet, és kihajtottam valamelyik környékbeli hegyre vagy tóhoz. Május elején egy isaszegi barátomat látogattam meg. Hazafelé nem a főúton jöttem, hanem a Dimbes dombos Pest melléki Szántóföldek kis mezei útjain. Kifeküdtem egy kicsit a napraforgók közé. Néztem az eget, és úgy éreztem, én már nem vagyok azonos azzal az emberrel, aki egykor voltam. Kritikus szimpátiával tekintettem múltbéli önmagamra, de nem éreztem semmi nemű azonosságot egykori énemmel. Hogy ez természetes folyamat volt-e, vagy csak az engem körbevevő események kényszerítő hatása, nem tudtam eldönteni. A múltból csak keserédes szomorúságot örököltem. Az egykori örömök és árnyak egyfajta feloldhatatlan melankólia fájtlát borították jelenemre, és emögül a fátyol mögül a dolgok igazabbnak és magasztosabbnak látszottak. Néha váratlanul, rohamszerűen lepett meg ez a szomorúság. De az ilyen rohamok után kristálytisztán láttam mindent, Életemet is, és az azzal nem törődő, de azt mégis szorosan körbeölelő világot. Tudatára ébredtem a kiábrándító valóságnak. Senkinek sem vagyok fontos. És annak is, hogy senki senkinek nem fontos. Valami titokzatos sorsszerűség határozza meg a létezésünket ülünk egymás mellette földi tömlöcben, láncainkkal játszogatunk, és kétségek között várjuk, mit döntenek rólunk a titkok mozgatói. Mindenki a saját sorsát fűrkészi, és az ösztönéleten felül csupán annyira törődik a másikkal, amennyiben ez saját sorsát is befolyásolja. Sokáig feküdtem ott gondolkodva. Már alkonyodott, amikor elindultam. Utam Pécel mellett vezetett el, ahol kamaszkorom óta nem jártam. Hirtelen előtörtek bennem az egykori kirándulás emlékei. Elfordítottam a kormányt, és bekanyarodtam a töltés feletti ódonházak utcáiba. A bárci villa kertje elvadult volt, és átláthatatlan. Az egykori ágyások helyén csőcselékbokrok és gaz vadult. A ház ajtajában középkorú férfi figyelt, gyanakodva. Beléptem a kertkapun. Jó napot kívánok! Bocsásson meg, hogy zavarom, Schwamberger Péter vagyok. Valaha itt, a kertvégi kisházban lakott egy festőművész, aki családunk barátja volt. Egyszer meglátogattam, egy szép délután töltöttem itt, és most, hogy Péceren utazom keresztül, gondoltam, megnézem a régi kisházat. Igen, én is hallottam valamiféle festőről, de már nem ismertem, mert ezt a házat egy éve vettük akarja, nézze meg azt a vityillót, sokáig már úgy sem láthatja, mert a fia még az idén lebontja, oda fogja építeni az autószerelő műhelyét. Nem is lebontani kéne, hanem felrobbantani, annyira televarakva a kacattal. Megköszöntem, és elindultam a kert mélyén lévő épület felé. A nagy fák alatt, melyek szigorúan nőttek össze szinte teljesen beborította a repkény vakolata mállott, és az egész szecessziós épület inkább tűnt temetőszéli kriptának, mint egykori lakóháznak. A kiskapu rozsdásan megcsikordult, és egyik zsalugátere ki is szakadt, amikor benyomta. A várthoz képest meglepő rend fogadott a félhomályban. A hajdani tetőablak már részben beszakadt, a ház fölötti gesztenyefa egyik ága behajlott és simogatta a falakat. Minden üvé régi vásznak voltak támasztva. Üresek és elkezdett festmények. Zsáner képek és virágos vázák, megterített asztali csendéletek közepén átvágott torkú fácánok, kislányok arcképei. Mindazok a képek, amelyeket a kispolgári megrendelők kértek ettől a tehetséges embertől. Hátrébb a félhomályban három nagyobb ráma feküdt egymáson. A felső kép csak félig takarta el az alsót. Egy kéz látszott ki, és ez a kéz egy áttetsző kristálykrizantémot tartott. Varázsos és démoni volt a pillanat. Megemeltem a felső vásznat a faágak között besütő alkonyi fény megcsillant egykori arcomon. Én álltam a festménye. Másnap kisétáltunk Olgával a kerepesi temetőbe. Nem említettem neki előző napi kirándulásomat. Egy ideje, de leginkább a tegnapi felismerés óta úgy gondoltam, minden negatív előjelével egyetemben is a kiválasztottság jegyét hordom homlokomon, és ezt nem keverhetem össze a profán világ érzéketlenségével. Szeles, de gyönyörűséges idő volt leültünk kosztolányi sírjára. Ez volt talán Olgával az egyetlen közös pontom. Bármennyire felületes és napi partjain haladó volt is irodalmi ízlése, olyan megmagyarázhatatlan szerelemmel függött kosztolány írásain, mint amilyen következetlen az a gyilkos szicíliai maffiózó, aki minden katolikus templom előtt őszinte érzésekkel vett keresztet. Hallgattunk, én a köveket néztem. Most először figyeltem fel egy sírra, amely kosztolányé mögött állt. Egyszerű márványúrna volt görög oszlopon. Alatta megkopva látszott már csak a sírvers. Mert álom az ébredés, és ébredés a halál. Azon tűnődtem, vajon üzenet ez? És van-e jelentősége annak, hogy bár gyermekkorom óta annyiszor voltam itt, soha nem vettem észre ezt a különös írást. Milyen keveset is tudunk sorsunkról. Itt élünk, a végzet által kristályok és óceánok, villámok és titokzatos áramlatok közé zárva, kiszolgáltatva teljes tudatlanságunknak. Olga egy ideje már a táskájában matatott, azt hittem, megint a régi jelenet következik, elővesz majd egy rongyossá kínzott kosztolányi kötetet, és felolvas belőle néhány verset. Helyett egy boríték került elő. Születésnapomra befizetett mindkettőnket egy jordániai társas útra nyár elejére. Nem repestem a boldogságtól, hiszen éppen akkoriban éreztem a leggyakrabban azt, hogy szeretek egyedül lenni és egy kéthetes kényszerű együttlétet még Jordánia kedvéért sem szívesen vállaltam fel. De hát nem illett a gesztust, amely persze az ajándékba csomagolt, és így rám erőltetett kényszerű társaság trójai falova volt, modortalan elutasítással viszonozni. Úgy tettem, mintha örülnék. És talán örültem is egy picit. Jobb lett volna egyedül menni, de hát az utazás és a feldolgozandó környezet legalább lekapcsol a folytonos önmarcangolásról. Néhány nap múlva elhatároztam. Felkeresem Kirchmeier Albint. Szobáját zárva találtam. A kórház udvaron egy középkorú orvossal találkoztam. Kit keres? Egy idős papot keresek, aki itt lakik, és ő a kórház lelkésze. Kirchmeier atyát? Egy hetet emettük el. Ismerte őt? Igen, találkoztunk egyszer, és hosszasan elbeszélgettünk. Hogyan halt meg? Hosszú és kínos istúria. Az öreget méltatlanul megszégyenítették, és a szíve nem bírta a megalázással járó stresszt. Ki alázta meg? Fiatal ember. Én 30 esztendeje ebben a kórházban dolgozok, és kötődöm hozzá annyira, hogy innen is szeretnék nyugdíjba menni. Ezért ne haragudjon rám, ha nem bocsátkozom részletekben hiszen ez mindannyiunk számára igen kellemetlen ügy. Ismeri az öcsét, Sámuel Rabbit? Nem. Keresse meg őt, ha többet akar tudni. A Rumbaksebecsén utcai zsinagógával szembeni házban lakik, talán a harmadik emeleten. Elindultam a gettó felé. A zsinagóga mellett épület házmestere eligazított. Sámuel a második emelet egyik kislakásában él, egyedül, a lepusztult bérházat a szegénység szaga járta át. Kopogásomra őszhajú, szakállas, pocakos öreg úr nyitott ajtót, ki mindenben szöges ellentéte volt Kirchmeier atyának. Röviden bemutatkoztam, elmondtam a testvérével való megismerkedésemet, és azt is, hogy ma tudtam meg halál hírét. Betessékelt. Szerény kis szobakonyha volt, sötét odú, ahonnan menekül a jókedv. Szegény bátyámnak nagyon keserves volt az utolsó pár hete. Egyik paptárs, akiben megbízott, feljelentette őt az érseknél, és összelopkodott annyi jegyzett lapot Albintól, hogy bizonyítani tudja vádjait. Vizsgálatokra idézték, faggatták, kínozták a szerencsétlent. Formálisan biztos igazuk volt, hiszen Albin nagyon messze jutott már magában a katolikus katekézistől. De nem lett volna szabad ezt megtenniük ezzel a megtört öreg emberrel. Végül is megtalálták egyik szerzetes barátjánál a bátyám verses kötetének házilag sokszorosított példányát, és annak utolsó költeménye miatt közösítették ki az egyházból. A katolikus nagyurak még ma sem szoktak le az inkvizíció mókájáról. Legfeljebb nem égethetik meg a bűnöst. Miért? Miről szólt az a vers? Várjon, felolvasom ennek. élnek nekem még az angyalok, ők, kik egykor a magas égboltot tartották, vagy elenyészik, mint minden a mennyis, és sunyi démonok lepik el Isten birodalmát. Néhányan, kik még hallottunk a régi szagákról, időnként lopva felnézünk az égre. Lehet, hogy Isten rájött tévedésére, elhagyott bennünket, mint a gyermek az ajnározott nyulacskát húsvét után, hogy új világot teremtsen magának. Talán újra gondolt mindent. Nem kellenek már neki az angyalok sem, ezek az elnyűjt régi módi porondmesterek, kik, mint a meghalt feleségek után maradt közös gyerekek, csak az elzápult boldogságra emlékeztetnek, s a kudarcra. Elhagyott légiókik szerény obsitért hallgatnak a nagy fiaskóról, s nem szállnak még egyszer alá kopott arany szárnyaikkal hozzánk, hogy elmondják a történet valódi végét. Ki tudja. Az égbolt néma és üres. Mi még hisszük, hogy ez a némaság koncepciót rejt, és csak azért nem veszik fel a telefont, hogy még csattanósabb legyen a meglepetés. Lehet, hogy a vonal másik végén már készülék sincs, csak gaz felverte kopott fülke, s fakóvá vált a menny. S eközben valahol másút, más világnak hangzanak el az egykor nekünk is elsuttogott ígéretek. Lehet, hogy a bűn is csak azért teremtetett, hogy legyen ok rá faképnél hagyni bennünket. Mi kértük a fát, mi teremtettük a kígyót, vagy csak elénk tolták, hogy megbotoljunk benne, és ez jó ok lehessen cserben hagyásunkra. Jó lenne beszélni egy angyallal. Vajon még most is fizetést kapnak a hallgatásért? Talán lesz még egy újabb lázadó, ki bicegve lejön, s nekünk. Vagy csak nézzük, nézzük az eget, hát ha egyszer finom mévű csontocskák, kopott tollacskák hullanak, s mi megértjük, itt a vég. Mert ők, az angyalok sem élhettek örökké. A rabbi becsukta a kis fénymásolt füzetet, és az asztalra rakta. A borítóra öreges, dölt betűkkel írták rá az ajánlást. Azon keveseknek, akik az Erákleum titkait fürkészik. Kirchmeier Albin Eljött a nyári utazás napja. Olga egyre inkább beleélte magát kapcsolatunkba. Olyan izgalommal csomagolt, mint menyasszony a nászútra. Idegesített ez a nagy készülődés. Egyre kevesebb közön volt hozzá. A repülőtérre úgy értünk ki, mint mézgáék. Hat koffer, ebből öt olgái, tele értelmetlenséggel. Az egyikben például a báli ruháját hozta el, és egy vasalót, hogy használat előtt felfrissítse. Rögeszméje volt, hogy szerez majd magának egy meghívást valamelyik olajsejk estéjére. De az odavaló meghívás is esélyesebbnek látszott, mint az, hogy jól érezhetném magamat ővele ezen az úton. Már a repülő is zsúfolt volt és elviselhetetlen. Rémesnek ígérkeztek az utitársak, az új gazdagok legelborzasztóbb, harsányfajtáj. Az Ammáni szállodai szoba lepratelep volt. Többen azonnal haza akartak indulni, amikor meglátták. Olga azt ígérte, hogy itt is, mint Pesten, lesz külön hálószobám. Persze egyetlen nyomoronc kis szobát kaptunk ketten. Gyerekkorom óta csak egyedül voltam képes aludni, a külön szobát a koleszban is kibuliztam magamnak. És az a pár osztály kirándulás, amikor mégis belekényszerültem a közös alvásba, szinte pszichikai összeomlást jelentett számomra. Soha nem értettem azokat, akik sülve-főve együtt vannak a másikkal, levegőt nem hagyva neki, még az éjszakai nyugalomra is rátelepedve. Az alvást a legkisebb korom óta magánügyemnek éreztem. Minden együtt volt tehát, hogy a lehető legrosszabb legyen az eljövendő két hetem. Olga vidámsága is rohamosan apadt. Idáig talán bízott a csodában, bízott abban, hogy a megváltozott környezet közelebb sodor hozzá, de az érkezés utáni percek szembesítették a valósággal, és ráébredt. Soha nem fogom sem annyira szeretni, sem pedig annyira kívánni, amennyire ő engem. A közös programokon a szörnyszülött társaság miatt nem volt kedvem részt venni. A roppant erős napsugárzás pedig elviselhetetlenül meleggé izzította a falakat. Sokszor órákig csak dobáltam magam az ágyon, ezután következő álmom pedig letaglózott és jobban kimerített. Minek okán másnap még levertebb voltam és kedvetlen. Néhány nappal később Olga reggeli közben megemlítette, hogy borzalmasan nyugtalanul alszom éjszakánként. És rengeteget beszélek álmomban. És hogy olyan különös, furcsa dolgokat mondok, mintha nem is az én személyiségem lenne. Aznap ő elment a többiekkel kirándulni, én fejfájásra való hivatkozással nem tartottam velük. Napközben többször eszembe jutott a reggelinéltet furcsa megjegyzése. Így amikor a következő, és az azután következő reggelen is éjjeli álombeszédeimről számolt be, sőt, idézett is egy-két mondatot, mindannyiszor hozzátéve, hogy olyannak tűnt az egész, mintha egy idegen személyiség lenne, már tudtam. Több ez egyszerű éjeli nyugtalanságnál. Kikerülhetetlen árnyként közeledett felém az igazság. Tudtam, ezt az igazságot nem kerülhetem el de sok múlik azon, milyen irányú lesz ütközésünk. Aznap a bazársor egyik elektronikai üzletében vettem egy diktafont, amelynek volt egy különleges üzemmódja. Ha zajt észlelt, automatikusan elindította a felvételt. Az este, hogy Olga ne vegye észre, egy nyitott táskában az éjjeli szekrényre helyeztem. Másnapi ébredésem sem köszöntött jobb közérzettel, de alig vártam, hogy Olga elinduljon a többiekkel viszonyunk végképp kihűlt, olyannyira, hogy ez már egy esetleges barátság lehetőségét is veszélyeztette. A kazettában a szalag a legvégén volt. Elkezdtem visszahallgatni. Az első percek zavarosnak tűntek. Ezt követően a felvétel idejét jelző digitális óra szerint 20 percen keresztül semmi nem történt. A második megszólalás viszont hátborzongató volt. Rögvest az elején bizonyos voltam már benne. Ez nem az én személyiségem, vagy legalábbis személyiségemnek nem az általam ismert oldala. A szöveg egybefüggő volt ugyan, de gyakran olyannak tűnt, mintha egyes szakaszai közül hiányoznának logikai kötőelemek az egészet áthatotta valami nagyon arhaikus és szomorúan emelkedett szertartásosság. Mintha csak egy régi kódex szövege lett volna. Elővettem jegyzetfüzetemet, és szó szerint leírtam a szalag teljes szövegét. Hogy elfoglaltságomban már végképp ne zavarhasson Olga, kivettem egy aznap megüresedett szobát. A következő éjjel felvétele némiképpen árnyaltabb volt. A szöveg szinte szó szerint idézte Dantét. Nincsen nagyobb fájdalom, mint a megízlelt, majd elveszített boldogság. Beszélt a magányról, amely a lélek másik roppant szenvedése is arról, ha a magány és a szeretet megszűnése egyszerre jelentkezik, elfogy a személyiség élettere, de, hogy egy ideig még fennmaradhasson, önmagát kell, hogy emésze. Önmagából kell táplálkoznia. A legszörnyűbb kínok árán a szöveg egyre inkább azt az állapotot írta körül, amelyről az öreg pap beszélt azon a különös estén. Meg kellene tudni pontosan mi is szerepel Neposz könyvében. Lementem a szálloda portásához, lemondtam a szobát, átirattam aznap délutánra a repülőjegyemet, és egy rövid levélben elbúcsúztam Olgától. Este kilenckor már Pesten voltam. Futva mentem a rumbak sebestjén utcába tudtam, ha valahol, akkor Kirchmeier Albin hagyatékában megtalálhatom-e könyvet. A házmester már éppen csukta a kaput, az utolsó pillanatban slisszoltam be. Reméltem, hogy a rabbi otthon találom, és nem lesz dühös rám, a amiért ilyen későn zavarom. Tudtam, hogy visszajön, és azt is tudom, hogy miért. Már kikészítettem ennek. Tudta, hogy visszajövök? Mit készített ki nekem? Múltkorában nem említettem, de Albin mesélte halála előtt, hogy találkozott magával, és azt is, hogy ön lett az Erakleum létezésének következő tanúja. Tőle tudom azt is, tud a metamorfózis létezéséről. Azt pedig már magam is kikövetkeztettem, ha belekerül a titok belsőbb koncentrikus köreibe, szüksége lesz az elődök tapasztalataira. Felém nyújtotta a könyvet. Ez is fénymásolata volt egy gépelt fordításnak, spirálfűzésben. Rögtön elkezdtem olvasni. Az öreg úr vállamra tette a kezét. Vigye csak magával. Nekem nem lesz szükségem rá, önnek pedig rengeteg. Isten áldja. Az olvasást a Bazilika előtti téren folytatta. Különös szövek sok utalással olyan dolgokra, amelyekről fogalmam sem volt. Az egészet áthatotta egyfajta elfogódott félelem valamely nagy titoktól, amelyet csak körvonalaiban és óvatosan írt körül a szerző. A szöveg szerint Isten a lázadó erőknek, amelyeknek elpusztításához magának sem volt hatalma, kijelölt egy dimenziót, a földi életet és az azt követő állapotot elválasztó tükörben, amely a lét és nem lét határának senki földjén van. Azon a területen, amely törvényen és ellenőrzésen kívüli, amely sehová sem tartozik, és amely feneketlen és magába rántó. Ez az a dimenzió, amelyet a régiek káron folyójaként emlegettek. Aki meghal, keresztül halad ezen a tartományon, és itt rövid idő alatt leválik róla minden, ami az emberi életre utal. Megszűnnek a vágyak és a kötődések, megszűnik a szenvedély és a személyiség, és ami innen tovább jut Isten tartománya felé, olyasfajta elrejtett fekete doboza a léleknek, vagyis a szeretet szublimátumának, amelynek létezéséről földi pályánk alatt sejtésünk sem lehet de nagy ritkán. Ő tudja miért. Valamiért lezárul egyes utazók előtt a tükör kiárata. És benrekednek az ismeretlen tartományban, miközben eltűnik minden nyom és emlék, amely földi létezésükre utal. És belőlük az erakleum nem csak a földit bontja le és emészti meg, hanem a lélek már említett fekete dobozának tartalmát is. Rendes esetben azok, akik itt haladnak keresztül, már nem tudnak kommunikálni a földi létükben élőkkel. De valamely érthetetlen és emberi logikával követhetetlen ok miatt a benrekettek személyiségének lebomlását egy-egy kiválasztott földi médiumon keresztül nyomon tudjuk követni. És ez a médium csak is az lehet, akit a megsemmisülő egykori életében a legjobban szeretett az elátkozottak lánca pedig, ha nem is hosszú távon, de kiszámítható. Aki médium volt, maga is az erákleum fogja lesz halála után. Ugyanaz a borzongó reszketés tört rám, mint néhány hónapja, amikor anyával a lépcsőházban álltam. Minden beazonosítható lett. Péter személyiség lebomlásának médiuma lettem, és ördögi módon az ő személyisége, vagy ami marad belőle, csak akkor tud megszólalni rajtam keresztül, amikor az enyém tudatán kívül van. Vagyis sorsa az enyém is. Tovább olvastam a szöveget. A szerző, meg nem nevezett ókori forrásokra hivatkozva úgy tudta, az Erakleum átok folyamatának megtöréséhez egyetlen lehetőség az lenne, ha valaki, aki médiummá és így soron következő áldozattá vált, minden földi érzelmi kötődést megszüntetne önmaga körül, és így az erákleum az utódlási rendben nem találná meg a soron következőt, vagyis a legjobban szeretettet. A legravaszabb és leggonoszabb csapda hálójába kerültem. Itt állok a nagy paradoxon előtt. Ha azt akarom, hogy az, akit a legjobban szeretek, elkerülje sorsát, nem szabad őt szeretnem. De hiszen azáltal, hogy nem szeretem, mutatom kifelé szeretetemet, csak azért, hogy megmentsem sorsától. Vagyis visszalököm végzetébe. Fejem zsibbat volt és kála. A bazilikából orgon a zene hallatszott. A főbejárat nyitva volt, bebotorkálta. Tehát minden fölösleges, amit ezen a földön tettem. Minden, de minden el fog törlődni. Az emlékem, a szeretetem. Nem lesz senki, aki szeret majd és felidéz. Rohamosan kezdtem mindentől elidegenedni, Életem összes odáigi viszonya úgy kezdett beomlani, mint az univerzum a végső megsemmisüléskor. Anyám és én köztem fényévnyi volt már a távolság. Tudtam, hogy amit hisz, hogy érez irántam, semmi vélesz. És hogy nem idegen leszek számára, hanem egyszerűen nem leszek számára, sem itt a földön, sem másutt. S vajon Péter mióta tudta, hogy médium, akinek sorsa meg van pecsételve. Kezdtem megérteni, miért idézett olyan különös dolgokat apja temetése után. Az egész rendszert elhibázták. Igen, nagyon elhibázták, és azt is értettem már, miért bicsaklott meg a hangja, amikor kimondta. Őrizd, Uram, a lélek útjait.